Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit, azokat is, akik a Facebook oldalon, YouTube csatornán, vagy a társaság honlapján nézik a mai plenáris ülést. Ez a mai plenáris ülés a Magyar Közgazdasági Társaság 58. vándorgyűlése, és hát rendhagyó módon voltunk kénytelenek megszervezni ezt a mai eseményt is. Számunkra is fontos, hogy vigyázzunk egymás egészségére. Külön tisztelettel szeretném köszönteni Varga Mihály pénzügyminiszter urat, Magyarország miniszterelnök helyettesét. Köszönjük, hogy elfogadta miniszter ura meghívásunkat, aki az elmúlt 25 évben tulajdonképpen majdnem minden alkalommal, vagy azt hiszem minden alkalommal megtisztelt minket. Tisztelettel köszöntöm Hernádi Gyula urat, a MOL elnökét, aki azt hiszem először van az előadók között, és külön tisztelettel szeretném megköszönni, hogy elfogadta a meghívást. Szeretném köszönteni Baranyai Dávid urat, az NN biztosító vezérigazgatóját, a MABISZ elnökségi tagját. Azt hiszem, hogy önt is elsőként köszönhetjük itt, és végül, de nem utolsó sorban szeretném tisztelettel köszönteni Parag László urat, a kamara elnökét, aki az elmúlt évtizedekben a kialakult szokásoknak megfelelően minden második alkalommal vendége a Közgazdasági Társaság plenáris üléseinek. A tegnapi nap folyamán a rendelkezésünkre álló információk alapján összesen 3900-an követték digitális csatornákon a tegnapi eseményeket, és azt gondolom, hogy ez azt jelzi, hogy az a program, amit az idei évben összeállítottunk, az érdeklődésre tart számot. Régóta tudjuk, Hérakleitó szóta különösen, hogy semmi sem állandó, csak a változás maga. Úgy gondolom, hogy az elmúlt évtized, és éppen ez az év azt bizonyítja, hogy folyamatosan változó körülmények között kell alkalmazkodnunk azokhoz a kihívásokhoz, amely körülvesz minket, és természetesen az az ambíció vezérel mindannyiunkat, hogy ebben a mostani helyzetben is megpróbáljuk azokat a jó megoldásokat megtalálni, ami a fejlődés további feltételeit, annak a lehetőségeit megteremti. Az elmúlt időszakban a magyar kormány és a Magyar Nemzeti Bank rendkívül sok intézkedést vezetett be, de azt gondolom, hogy az elmúlt néhány nap különösen fontos feladatot jelentett a pénzügyi kormányzat számára, aki a államkassa őreként arra kell, hogy figyeljen, hogy biztonságos költségvetési feltételek mellett tudjon a magyar gazdaság dolgozni, és teremtse meg azokat a motorokat, amelyek a kilábalásnak a lehetőségeit teremtik meg. Miniszter úr, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntök mindenkit, az elnökséget, előadótársaimat, és köszöntöm azokat, akik ebben az időszakban a internet világán keresztül követnek bennünket. Mindenkelőtt köszönöm a Közgazdasági Társaságnak a meghívást erre az alkalomra. Köszönöm a felkérést. Általában két típusú előadó szokott ilyenkor megjelenni a közgazdász vándorgyűléseken. Az egyik kérdéseket tesz föl. Nyilván az elméleti közgazdászok világa az mindig a kérdésekhez áll közelebb. A másik típusú előadás talán, ami hozzám közelebb áll, a merre tovább a tények, adatok elemzése. Hegedűs Éva utalt arra, hogy hát elég régóta partnere vagyok, fogalmazunk így, a közgazdász vándorgyűléseknek. 30 éve vagyok mondjuk a gazdaságpolitika világában, mint parlamenti képviselő, időnként államtitkár vagy miniszter, de alapvetően mindig is abból indultam ki, hogy amit az ember mond, az számon kérhető. Tehát a számon kérhetőség pedig az kell, hogy jelentse, hogy az embert számon kérheti ebben a pozícióban az ellenzék, az újságírók, az utcaembere,
Ezért amit mondunk, azt érdemes tényekre, tendenciákra alapozva mondani. Ahogy szoktuk mondani, döntés előtt érdemes mindig mérni, és utána meghozni a döntéseket, hogyha bizonytalanok vagyunk egy-egy döntésünk alapjában vagy kimenetelében. No, ennek alapján szeretnék én is beszélni arról, hogy hogy látjuk a helyzetet. Természetesen, mint pénzügyminiszter és a kormány gazdasági kabinetjének a vezetője, arról szeretnék önöknek képet adni, hogy hova jutottunk, hol tartunk most, tehát egy értékelés, aztán a következő egy-másfél év kilátásairól szeretnék néhány szót szólni, végül pedig arról, hogy a gazdaságpolitika irányai és teendői ebben a helyzetben mik lehetnek. Hát akkor lássunk munkához. Először egy rövid áttekintés arról, hogy a 10 év tulajdonképpen arra volt elegendő, hogy fölkészüljünk a következő válságra. A magyar gazdaság mögött egy nagyon komoly átalakulás évtizede áll. 2008-as válság időszaka hogy ért bennünket, 2019-ben hogy álltunk a válság előtt. Ez az összevetés talán abból a szempontból fontos, hogy azt mindenképpen kijelenthetjük, hogy jobb állapotban ért bennünket ez a válság, ez a gazdasági visszaesés, gazdasági sok, mint 2008-ban. 2-3 adatot hagy ragadja ki ezek közül, egyik a foglalkoztatásban állóknak a száma. Ugye 3,8 millió volt 2008-ban, 4,5 millió 2019 végén és 2020 elején is. Tehát ebből a szempontból sokkal többen állnak foglalkoztatásban, ami a gazdaság erejét, a teljesítményét is visszatükrözi. Másképp, amit pénzügyminiszterként szeretnék hangsúlyozni, hogy a kockázatok számát jelentősen tudtuk csökkenteni. Tehát amikor a külföldi kézben lévő államadósság aránya 48-ról 34%-ra csökken vissza, amikor a külső nettó adósságunk 52%-ról 7,9%-ra esik vissza, akkor azt tudjuk mondani, hogy megtettünk mindent annak érdekében, miközben munkahelyeket teremtettünk, gazdasági növekedést teremtettünk, hogy a kockázati szintet is lejjebb vigyük a gazdaság egésze szempontjából. Első negyedévünk még a növekedés egyében telt. Természetesen ez egy fontos megállapítás. Azért itt arra is szeretnék utalni ezzel a grafikonnal, hogy az Európai Unió jó néhány országa már a válságot, a járvány kitörését megelőzően is problémákkal küzdött. Tehát ha megnézik a grafikont, Portugália, Belgium, Olaszország, Franciaország, azok közé az országok közé tartozott, amelyek nem a válság miatt kerültek nehéz helyzetbe, hanem már nehéz helyzetben voltak. Tehát a gazdasági visszaesésük, miközben Európában márciusban jelent meg igazából érdemben a járvány, a vírus, ezen közben már komoly gondba volt, és ezt tükrözik vissza a másik negyedéves adatok is. Itt már mindenki zsugorodik, nincs növekedési tartomány egyetlen ország tekintetében sem, és itt is a sereghajtók, ugye Portugália, Olaszország, Franciaország, Spanyolország. Még nagyobb a visszaesés. Ez persze kevésbé vigasztal bennünket, mert mi is abba a tartományba kerültünk, ahol már a másik negyedév egy jelentős visszaesés zsugorodást jelent. Majd szeretnék mindjárt szólni arról, hogy ennek mik az alapvető okai a magyar gazdaság tekintetében. Azt azért így a grafikonra ránézve megállapíthatjuk, hogy olyan nagyon nem lógunk ki a sorból, egy picit jobb a helyzetünk, mint az Európai Unió átlaga. Én azt gondolom, hogy ebből azért majd fakadnak a kilábalásra, vagy a visszakapaszkodásra is teendők. Egy pillantásra még szeretnék azért kitekinteni egy picit, hogy az Európai Unión kívül azok az országok, kontinensek, amelyek meghatározzák a világgazdaság egészét, hogyan állnak. Itt is csak arra szeretnék utalni, hogy nagyjából az Unió, az Egyesült Államok és Japán visszaesése hasonló. Itt ugye egy ország hiányzik, egy kontinensnyi ország erről a grafikonról, ez Kína. Kínában nagyon nehezen értelmezhető adatok születnek most. Ugye az első negyedévben mínusz 6,8 volt a visszaesés a kínai gazdaság egészében, majd a második negyedévben plusz 3,2. Induljunk ki a jószándékú értelmezésből, hogyha ez valóban így van Kína esetében, akkor ott nyilván egyrészt a belső kereslet növekedésre lehet az egyik ok, ami miatt már a második negyedében, miközben a világ egészen még zuhan le és zsugorodik, már ők növekedni tudtak.
Második pedig, hogy a költségvetési stimulus elkezdett működni, és olyan beruházásokat indítottak el, amelyek a kínai gazdaságot növekedési pályán tarthatják. De ezért nem tettem ide ezt a grafikont, mert ez nyilván a közgazdászok számára is egy kérdés, hogy Kínában most milyen érdemi folyamatok zajlanak. Egy innovatív fejlesztést szeretnék megmutatni, heti gazdasági index. Ugye az a bajunk a statisztikai adatokkal, hogy 45 nap múlva állnak rendelkezésre, ezért a pénzügyminisztériumban a tavaszi hónapokban egy olyan indexet állítottunk elő, ami a Google keresések, az online kassa adatai, az EKR rendszer, az online számlák adatai alapján ad egy képet a gazdaság helyzetéről, és ehhez hozzátettük még a villamosáram fogyasztásnak az alakulását, energiafelhasználási adatokat, és így tovább. Na most ebből az látszódik, hogy két hibás feltételezése volt a magyar közgazdászok egy részének a tavasszal. Az egyik hibás feltételezés az volt, hogy mi akkor is növekedni tudunk, hogyha mindenki zsugorodni fog. Ez szerintem téves megállapítás volt. Örülök annak, hogy a mi hónapokkal ezelőtt tett megállapításunkat, hogy ebben az évben -5-6%-os zsugorodás lehet, most már egyre több közgazdász, elemző vagy intézmény veszi át. Tehát szerintem ezt most már a múltnak tekinthetjük. A másik hibás feltételezés az volt, hogy visszapattanás lehet. Most az ábránk is azt mutatja, hogy ez lehet, hogy visszapattanás lesz, de azt, hogy mondjam, egy csiga tempójába tesszük meg, de az nem olyan lesz, mint mikor a gumilabda leesik a földre és onnan visszapattan. A mi adataink sajnos azt mutatják, hogy az elmúlt hónapokban is miközben egy visszaépülés van, miközben egy folyamatos keresletbővülés is megindul, és így tovább, visszaépülnek a sérült ágazatok, kapacitásai. Azon közben azért az látható, hogy az utóbbi hetekben is, minthogyha ez a görbe hát egy picit elkezdene stagnálni, és egy lassabb visszaépülést jelezne előre. Ezt mutatják egyébként az ipari termelési adatok is. A V4-es országokban a gépjárműipar súlya miatt jelentősen csökkent a teljesítmény. És itt szeretnék utalni arra is, hogy a magyar gazdaság növekedési forrásai, amik az előnyeink voltak az elmúlt években, azok most pont a hátrányaink lettek. A járműipar relatíve nagy súlya még mindig a gazdaságban. A turizmus jelentős szerepe ugye az elmúlt években a bruttó hazai termék kb. 8-10%-ára nőtt föl a turizmus, mint szektor. És hát persze a szolgáltató szektor, ilyenkor, amikor karantén van és mindent zárnak, akkor nyilván a szolgáltató szektor sem tud úgy teljesíteni. Tehát bennünket is az húzott vissza jobban a második negyed évben szerintem, hogy ezekre az ágazatokra volt fókuszálva a magyar gazdaság húzó képessége, növekedési forrásai. Ez mindenképpen egy fontos tanulság a jövőre nézve. És most nem szólok a felhasználási oldalról, tehát az, hogy az export meg a fogyasztás hogy alakul, az persze nagyon fontos, de most a termelői oldalról szerettem volna egy-két adatot megmutatni. Vendéglátás. Jól látható, hogy itt van egy folyamatos visszaépülés. Azért azzal számolunk, hogy egy 6-10%-os éves visszaesés ebben az ágazatban is lesz. Itt az egyik nagy tanulság szerintem az, hogy bizonyos területeken új stratégiát kell alkotni. Mire gondolok? Például Budapestre, a fővárosra. A fővárosi vendéglátás és szállodaipar alapvetően a külföldi turizmusra volt felépítve. Az, hogy a várban egy évben 3,5 millió turista jelenik meg, az nyilván azt jelenti, hogy a főváros kényelmesen el van azzal, hogy a külföldi turisták korlátozás nélkül tudnak beutazni. De ez a helyzet most megváltozott. Tehát ha itt nincs változás a fővárosban a stratégiát tekintve, a szállodaipar stratégiát tekintve, akkor nagyon nehéz hónapok előtt áll még a fővárosi szállodaipar, hiszen azt látjuk az adatainkon keresztül, hogy a vidék, az köszöni szépen, nagyjából visszanyerte azt a rugalmasságát és helyzetét, amit 2019-ben volt jellemző. Fontos eredménynek tartom, hogy a munkaerőpiacunkat stabilan tudtuk tartani. Az elmúlt hetekben még csökkent is a munkanélkülieknek a száma, most 4,7-4,8% körül van. Természetesen egy fontos megállapítás lehet az is, hogy ez még mindig egy keresleti piac, tehát talán ki színesként elmondhatom, tegnap 5 élelmiszeripari céggel írtunk alá beruházási megállapodást, és amikor megkérdeztem az ötőjüket, hogy mi a élelmiszeriparban most a probléma, mindenhol a munkaerő helyzetet mondták, független attól, hogy valaki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, vagy éppen Baranya megyében dolgozik. Tehát ez még mindig egy keresleti piac, ezen
Nyilván utatási szerkezet szakképzéssel lehet a következő hónapokban is javítani, erre azért vannak kidolgozott programok. És egy következményről hadd beszéljek, ez a növekvő adósság, a fiskális stimulusnak ilyenkor működnie kell. Tehát nagyon szép, hogy az elmúlt 10 évben csökkenteni tudtuk az államadósság mértékét, nagyon jó, hogy a hiányt kordában tudtuk tartani, de ebben a helyzetben a kapacitások megőrzése és a munkahely megtartás miatt alapvető érdekünk, hogy megpróbáljuk megmenteni ezt az évet is, hogy visszamenteni ezeket a kapacitásokat. Azt tudom önöknek mondani, hogy most az időben, hát ha a grafikon így teljesül, akkor nagyjából 5-6 évet lépünk vissza az adósságcsökkentés tekintetében, de ez az ár egy szükséges ár ahhoz, hogy a visszaépülés után a kapacitások működni tudjanak. Ezért számolunk most azzal, hogy az adósság szint az valahol 76-78% lehet majd az év végén, és az államháztartási hiány pedig -7-9%-os deficitet fog mutatni 2020 végén. Ami az erősségünk finanszírozási oldal, hogy erről is szóljak egy kicsit, továbbra is az, hogy a fiskális pozíciót megpróbáljuk relatíve kordában tartani, azaz finanszírozhatók legyenek azok a programok, amelyeket ebben a helyzetben a magyar kormány elindított. Több munkával jár, speciális árazással jár, de azokat a forrásokat be kell gyűjtenünk, ami a megnövekedett pénzügyi szükségletet jelenti. Erre az államadósságkezelőközpont kész, tehát itt jól látható, hogy nagyon fontos és nagyon hasznos volt az elmúlt években az a stratégiaváltás, hogy az intézményi mellett a lakossági szereplők is jobban tudják finanszírozni, szereplőként, domináns szereplőként is jelenjenek meg az államadósság finanszírozásában. Most ez relatíve egy előnyünk ebben a helyzetben. Az elmúlt heteknek az állampapír aukció is azt mutatják, hogy a lakosság változatlanul az egyébként még mindig növekvő nettó keresetből jelentős összeget tud megtakarítani. Nézzük a külső megfigyelők mit mondanak rólunk. Egyelőre pozícióváltás nincs, ami pekünk, hogy fogalmazzak így, pontosan az, hogy a tavaszi időszakban vártunk felminősítéseket, hát ezek most ugye szünetelnek. A héten, épp a mai nap lesz majd a Moody's-nak egy jelzése, hogy mit gondol a magyar gazdaság változásáról, a magyar adósság szerkezet változásáról vagy módosításáról. Én azt gondolom, hogy azért optimisták lehetünk, reményeim szerint ez a jelentés továbbra is stabil és megbízható országként minősít majd bennünket. No, és akkor nézzünk néhány pontot arról, hogy a működésben hogy állunk. Az első, hogy a mennyiség és a minőség ilyenkor nagyon fontos. Tehát mindenki gazdasági ösztönzőket indított el, mindegyik ország, Magyarország is ezek között van. Jól látható, hogy a mennyiségben nem is maradunk el más országoktól. Talán az olasz problémák egyik oka éppen az lehet, hogy csak a bruttó hazai termék 3%-a volt eddig a belső olasz mozgósítató forrás, zárójel bezárva. Itt most azért arra kell törekednünk, hogy ezek minőségi változást is előidézenek. Tehát egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy a versenyképesség javítása, a hatékonyságnak a visszamérése ebben a helyzetben is fontos. A gazdaságba pumpáljuk a pénzt, de ezeket jó helyre kell elhelyezni, mert akkor hosszú távon sérülni fog a versenyképesség és romlani fog a növekedésnek a szerkezete. Éppen ezért fontos az, hogy továbbra is a gazdaságvédelmi akcióterv keretében fékezzük a visszaesésnek a mértékét. Munkahelyekkel kapcsolatos intézkedéseket folytatni fogjuk, ugye munkahelyek megőrzése, munkahelyteremtés, kiemelt ágazatoknak a védelme, ezekre vonatkozóan ősszel is lesznek még majd bejelentések. És a másik nagyon fontos dolog, hogy ugye a vállalatok és a háztartások finanszírozása megmaradjon. Itt a képességet kell fenntartani, mert nyilván amikor egy válságszituáció van, akkor mindenki összerezzen és visszavesz a beruházásaiból. Ezért fontosnak érzem, hogy egy konkrét segítség volt a hitelmoratóriumnak a megjelenésével, de azon túl a különböző kamattámogatások, garanciahitelek, az állami garanciaprogramok vagy tőke alapprogramoknak az elindítása, az csak egy szükséges plusz rásegítés lehet. Meg kell győznünk arról a vállalatokat főleg és a befektetőket, hogy a következő hónapokban is érdemes Magyarországon befektetni. Erről majd mindjárt néhány grafikonon keresztül szólni fogok. És még egy fontos dologra szeretnék itt utalni, hogy megváltozott a társadalmi attitűd a tavaszihoz képest.
Ugye tavasszal az első számú ellenfél a vírus volt. Mindenki azt mondta, hogy félek a vírustól, elkap, kórházba kerülök, van elég lélegeztetőgép, túlélem az egész történetet. Most ősszel már azt látjuk a méréseken keresztül, hogy ez fontos szempont még mindig, de másodlagos szemponttá vált nagyon sok ember számára. A munkahely elvesztése, vagy a vállalkozás esetében a csőtől való félelem sokkal inkább megjelent, és sokkal többen mondják azt a korábbi időszakhoz képest, hogy a munkahelyen megtartása egy nagyon fontos szempont a számomra. Tehát arra szeretnék csak utalni, hogy a gazdaságpolitikának is rugalmasabbnak kell lenni, és a programjaink kialakításakor arra kell sajnos a következő hónapokban berendezkedni, legalábbis ezt támasztják arra a virológusok és a járványügyi szakemberek, hogy együtt kell élnünk a vírussal. Tehát együtt kell kialakítanunk, már ha a vírust kvázi ilyen konkrét szereplőnek vagy személyiségnek tekintem, tehát együtt kell élnünk azzal a helyzettel, amit a vírus okoz, és együtt kell megtalálnunk a vírus mellett, mi közösen, mármint a magyar társadalomnak, azokat a legfontosabb ösztönzőket, amivel ki tudunk jönni ebből a helyzetből. A baloldali grafikonon láthatják, hogy mi is itt óvatosabbá váltunk az elmúlt hónapokban, hogy a tavasszal még azt mondtuk a konvergencia programban, hogy egy moderáltabb visszaesés lehet. Ma már azt látjuk, hogy mivel nincs még egyelőre oltóanyag, nincs vakcina, ez egy hosszabb, elhúzódó folyamat lehet. A pénzügyminisztérium nevével tudok most csak nyilatkozni, mi arra számítunk, hogy 2021 második negyedéve lehet a döntő meghatározó időszak. Addigra kell eldőlnie, hogy egyrészt van-e oltóanyag, és az oltások el tudnak-e indulni, és ennek kapcsán lehet egy gazdasági kilábalás, vagy pedig továbbra sincs oltóanyag, folynak még mindig a tesztkísérletek, ugye vannak olyanok, ahol ezeket most éppen leállítják különböző hibák miatt. Tehát ez egy elhúzódó folyamat lesz, ahol a magyar gazdaságnak is egy sokkal moderáltabb növekedésre, vagy éppen stagnálásra kell majd berendezkednie. Ebből a szempontból tehát a következő hónapok is fontosak, és nagyon meghatározó lesz a következő év első fél éve. Mit tudok ígérni önöknek a magyar kormány részéről? Hát, mint pénzügyminiszter azt tudom ígérni, hogy a fiskális politika továbbra is ösztönző marad. Tehát vannak olyan mozgósítató tartalékaink, amelyek ebben az évben és a következő évben is rendelkezésre állnak. Az Európai Unió is nyitott ilyen forrásokat, ugye a Recovery Fund elfogadása egy fontos szempont volt minden Európai Uniós ország számára, hiszen új forrásokat tud megnyitni gazdaság ösztönzésben. Másrészt miniszterként hagyd tegyem hozzá azt is, hogy persze minden egyes ECOFIN pénzügyminiszteri megbeszélés az Unióban arról szólt, hogy na ki tartja a 3%-os hiányt, vagy ki nem. Azt érzékelem, hogy 2021-ben az országok jelentős része, vagy többsége még nem képes arra, hogy 3% alá visszajöjjön. Ebből a szempontból, hogyha ez egy ilyen mozgásteret ad, annak mi se leszünk ellene, de ennek még előtte vagyunk. Egyelőre nyilván tartjuk magunkat az a forgatókönyvhöz, hogy a jövő évben már szeretnénk egy jelentős csökkenést a idei év után az államháztartás hiányában is, akár még a 3%-ot is megközelíteni. A gazdaság védelmét és újraindítását szolgáló forrásokra egy rövid áttekintés. Rugalmasan alkalmazkodik a finanszírozás a meghirdetett programokhoz. Ezek folyamatban vannak, jelentős kifizetésekkel, versenyképességjavító program például, beruházási támogatások és így tovább. Nagyon fontosnak érzem, hogy a finanszírozási láb is mindig biztonsággal rendelkezésre álljon. Most azt tudom önöknek mondani, hogy a lakosság, az hazai intézmények és a jegybank is a finanszírozói oldalról megjelent és stabilan ott van, tehát ez ad egy működési biztonságot valamennyünk számára. A bevételeinkről, hát ez csak illik azért arról is szólnom, hogy ezzel hogy állunk. Egyelőre ugye azzal számolunk, hogy egy elég komoly 1400 milliárd forintos kiesés lett a bevételi oldalon, ezért mondtam azt korábban, hogy egy magasabb hiányszám fog megvalósulni az év egészében. Jó hír és jó jel, hogy augusztusban újra meghaladta a munkában állók száma a 4,5 milliót. Természetesen van egy szezonalitás ebben, de örülünk annak, hogy augusztus végén többen dolgoztak, mint 2020. januárjában, még a járványválság megjelenése előtt. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy a rugalmassága a munkaerőpiacnak megvan, de nagyon fontos a konkrét vállalati tapasztalatok alapján, hogy a mozgósítható munkaerő tartalékokat számba vegyük és megpróbáljuk a
különböző oktatási rendszereinken, vagy felnőttképzési rendszereinken is visszacsatornázni ezeket a kapacitásokat. Néhány mondat a befektetési előnyünkről, hiszen szóltam arról, hogy az a kép, ami a magyar gazdaságról kialakult az elmúlt években, hogy érdemes ide befektetni, érdemes beruházni, akár hazai, akár külföldi szereplőről van szó, az egy gazdaságpolitikai cél ennek a megtartása. Tehát a magyar gazdaság költségelőnyét is fenn kell tartanunk, és a tőkevonzó képességet magasan kell tartanunk. Ez az országnak hosszú távú érdeke. Továbbra is olyan intézkedésekkel is készülünk, ami termelési és befektetési célpontként tekint Magyarországra. Ebből a szempontból ez az összevetés, ami a Eurostat adatai alapján készült, az mindenképpen biztató. A munkaerő termelékenység a feldolgozó iparban 2019 végén, ebben élóvasok voltunk, megelőzve a V4-es országokat is, tehát ennek a fenntartására törekedni kell. És beszélve egyébként a különböző befektetési intézményekkel, cégekkel, az állami rendszeren belül a HIPÁ-val, azt látjuk, hogy azért az a befektetési állomány nem mozdult meg, aki korábban is Magyarország irányába tapogatózott. Tehát nincs olyan erőteljes visszalépés vagy visszamondás, mint amire számíthattunk volna tavasszal. Továbbra is Magyarországot célországnak tekintik a külföldi tőke szempontjából, és szerencsére a hazai beruházások is jelentős számúak. Egy mondat talán a versenyelőnyeinkről még, társasági adókulcs mértéke. Nagyon fontosnak érzem hozzátenni persze azt is, hogy az iparüzési adó sem maradhat hosszú távon ebben a formájában. Tehát akkor tudunk a versenyelőnyünkkel élni ennek a központi adónak a tekintetében, hogyha a regionális, tehát a települési adók mértéke is moderált szinten marad. Én azt hiszem, hogy az mindenkinek hosszú távú érdeke, egy települési önkormányzatnak is, hogy a saját adó kulcsait, a saját adó rendszerét úgy próbálja megformálni, hogy az a település jellegéből fakadó mondjuk fejlesztéseket, beruházásokat ne zárja ki. Erőforrások átrendezése. Ugye tavasszal hoztunk döntést arra vonatkozóan, hogy a költségvetés teljes szerkezetét a járvány elleni védekezés, valamint a gazdaságvédelem alapjaiba rendezzük át. Ez meg is történt, ugye több mint 900 milliárd forint került a gazdaságvédelmi alapba, és durván 600 milliárd forint a járvány elleni védekezési alapba. Ugye szükséges beszerzéseink voltak, maszk, védőpajzs, egészségügyi eszközök, lélegeztetőgép és így tovább. Emellett azonban azt sem szeretném azért eltitkolni, hogy jelentős forrásokat tudtunk átcsoportosítani a, mondjuk az uniós területről, uniós forrásokból. Ugye itt, ami az előnyünk volt, itt is a kicsit a hátrányunká vált, Magyarország sokkal előrébb tartotta az uniós pénzek források felhasználásában, mint más Európai Uniós tagország, ezért a mozgásterünk is szűkebb lett abban az időszakban, amikor ezeket gyorsan át kellett csoportosítani. De meg tudtunk mozdítani csak a GINOP és a VECOP forrásokból több mint 400 milliárd forintot gazdaságvédelmi célokra. Digitális készségfejlesztés, munkahelyvédelem, vállalkozások likviditásának a segítése voltak a legfontosabb szempontok, és természetesen a legeslegfontosabb a vállalkozói beruházásoknak a fenntartása. Itt is csak visszautalok egy korábbi gazdaságpolitikai döntésünkre, ugye annak, hogy a uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre használjuk, annak azért ilyenkor megmutatkozik az előnye, hiszen a sérülékenység csökkentésében, a nagyobb gazdasági potenciában az elmúlt 10 évben jelentős szerepet játszottak az uniós forrásoknak a felhasználásai. És akkor lassan közelítve a végéhez, de még ez nem az, nagyvállalati beruházási támogatási program, itt is keretemelés történt, és itt is azt mondjuk, hogy azon túl, hogy számítunk a külső élénkítésnek az eszközeire, tehát az uniós források megemelt összege és így tovább rendelkezésre kell, hogy álljon. Azon túl a hazai forrásokat is meg kell indítani annak érdekében, hogy hatékonyság, versenyképesség, javítás és beruházások maradjanak. Én itt hangsúlyoznám, hogy mondjuk a megkezdett programjaink Ipar 4.0, vagy az építőipari kapacitásoknak a bővítése, az továbbra is fontos kell, hogy maradjon. Úgyhogy ezekre a hangsúlyt továbbra is érdemes ráhelyezni, és hát van egy versenyképesség javító programunk, amit a kormány még 2018 őszén fogadott el, ezt is érdemes képben tartani és olyan döntéseket hozni, amelyek ebbe illeszkednek.
Krízis egyben lehetőség is, sokszor elmondjuk. Itt egy kis összefoglaló arról, hogy hogyan lehet ebben a krízisben megtalálni az előnyeinket. Ugye egyrészt a működést biztosítani kell, ez nem is kérdés, a magyar gazdaság működése egy fontos szempont. 2-3 év alatt azt a teljesítményt mindenképpen vissza kell nyerni, sőt meg kell haladni, ami 2019-ben még a magyar gazdaságot jellemez. Tehát reméljük, hogy a világ is partner lesz ehhez, a világgazdaság változása. Mi úgy érezzük, hogy tavasszal túljutottunk a legnehezebb időszakon, tehát egy visszaépülés van, és emellé kell hozzátenni azokat a pontjainkat, az erős belső fundamentumoknak a megtartását, a költségalapú versenyképességnek a fenntartását, valamint a humán kockázatoknak a csökkentését, amelyek sérülékenyebbé tettek bennünket ebben az elmúlt pár hónapban. Hát itt egy profán példával élve, hogy az Európai Unió néhány évvel ezelőtt azt mondta, hogy ha a közlekedési balesetek 95%-át az emberi tényező okozza, akkor meg kell próbálni az ember kiiktatni a közlekedésből. Lásd, önvezető autók, önvezető járműveknek a fejlesztése. Hát most nem mondom arra, hogy a humán erőforrást kell megpróbálni kicsit kockázatmentesebbé tenni a gazdaságban, de valami ilyesmiről van szó. A gazdasági visszaesésünket akkor tudjuk moderálni és csökkenteni, hogyha, mint itt is szerepel, a digitalizáció, a robotizáció, az ipar 4.0-ás megoldások terjednek a magyar gazdaságba, és ki tudják váltani azt a munkaerőt, aki látjuk ilyenkor jóval sérülékenyebb, vagy egyébként néhány ágazatban csak részlegesen állt rendelkezésre. És ezek a változások tudják egyébként a magasabb hozzáadott értéket is lehetővé tenni. És akkor a utolsó utáni zárásként megpróbáltam 6 pontba összefoglalni a tanulságainkat és a teendőinket. Ugye az egyik, hogy az elmúlt időszakban megindult változások igazából nagyban függnek attól, hogy az egész járványhelyzet, ami a válságnak a kiinduló pontja és okozója. Hiszen nagyon fontos elmondani és megerősíteni, hogy itt nem arról van szó, hogy valamelyik ágazat bedőlt, egy buborék kibukkant, és így tovább, hanem arról van szó, hogy jött egy járvány, ami átrendezte a világ összes országának a gazdaságát. Tehát nagyon fontos azt észben tartani, hogy ez a vírus helyzet akkor tud gazdasági szempontból is jobban oldódni, vagy gyorsabban oldódni, hogyha megvan a vakcina, megvan az oltóanyag. És bátrabban lehet kimenni egy rendezvényre, elmenni egy színházi estére, vagy éppen kimenni egy futballmérkőzést megtekinteni. Tehát ezek a gazdaság visszaépülésének az alapkérdései közé tartoznak. Ezért mondjuk azt, hogy a mi mostani meglátásunk szerint 2021 első fél éve, főleg a második negyedév meghatározó lesz. A másik nagyon fontos tanulság viszont, hogy új üzleti modellek is kellenek. Tehát a vállalatok világának az otthoni munkavégzéshez, az ellátási láncok hosszának a kérdésében alkalmazkodni kell egy megváltozott helyzethez. Ezek akár tartóssá is válhatnak az üzleti életben, olyan modellváltást jelentenek, amiből reméljük, hogy Magyarország is, és azon dolgozunk, hogy Magyarország is nyertesként tudjunk kijönni. Gondolok itt arra, hogy a kiépült hosszú ellátási láncok ilyenkor megszakadása az azért jelentősen fékezte az európai gazdaság jó néhány országát, vagy egyes ágazatokat. A gazdaságpolitika irányvonalában kis nyitott országként a kínálati tényezőkre helyeződik ilyenkor a hangsúly. Tehát folytatnunk kell a versenyképességjavító intézkedéseket, megvan a programunk, ezt következetesen végig kell vinni. Erősek vagyunk mindig az elméletben, gyengébbek a kivitelezésben, tehát a executive képességét a magyar gazdaságnak erősíteni kell, mert akkor lesz gyorsabb a visszaépülés. A növekedés szerkezetére vonatkozóan bizonyos ágazatok itt fölértékelődhetnek, és föl is értékelődnek, egészségipar. Nem véletlen, hogy a magyar kormány egy komoly egészségipari programot indított el. Ennek a bejelentései majd konkrét beruházási megállapodásokban hamarosan meglesznek. Ezek is jelenthetik hosszú távon a növekedés forrását, és csökkenthetik a függőségünket bizonyos ágazatoktól. Társadalmi stabilitás nagyon fontosság, amikor szélesíti egyes társadalmi rétegek közötti különbséget, akkor ennek a kezelése egy nagyon fontos kormányzati feladat. Például a lakástámogatás egyszerre lehet egy társadalmi stabilitást adó faktor, ugyanakkor a gazdaság élénkítésében is szerepet játszó elem. És végül, hát ez nem árt ezt is azért egy kicsit hangsúlyozni, hogy a stabil kormányzati felállás az ilyenkor mindig segít, mert a gyors reagáló képesség egy-egy országnak a kilábalását meg tudja erősíteni, meg tudja gyorsítani. Tehát annak, hogy a
magyar kormány egy kétharmados stabilitással rendelkezik a magyar parlamentben, annak most láttuk az előnyeit. Örülök annak, hogy tudtunk élni azzal a politikai lehetőséggel, hogy gyors döntéseket hozzunk a gazdasági kilábalás érdekében. Ezek jegyében szeretném tehát zárni a előadásomat. Köszönöm szépen a figyelmeket! Miniszter úr, szeretnénk megköszönni az előadását. Egy nagyon átfogó képet kaptunk arról, hogy mi látszik a pénzügyminisztérium ablakából, és ahhoz a 6 ponthoz, amit meghatározott, ahhoz nagyon sok sikert, jó egészséget kívánok, és engedje meg, hogy egy kis bort átadjak önnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A MOL Magyarország egyik legnagyobb vállalata, úgyhogy nagyon sokunk érdeklődik, hogy ez a mostani elmúlt időszakban történt változások, technológiai fejlődés, klíma kérdések, és hát most ez a vírus hogyan formálja az egyik legjelentősebb vállalkozás stratégiai jövőképét. Úgyhogy megkérem Hernádi urat, hogy tartsa meg előadását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is nagyon sajnálom, hogy nem lehetnek itt jelen ebben a csodálatos épületben, mert ez valóban az egyik égköve lett most már a budai várnak, és nagyon jó itt lenni, de hát talán majd a legközelebbi vándorgyűlésen. Ki viszi át az olaj- és gázipart a túlsó partra? És rögtön meg is fogalmazhatnánk azt az alkérdését ennek, vagy következő kérdését, hogy egyáltalán át kell-e vinni az olaj- és gázipart a túlsó partra? Szükség van-e arra, hogy átvigyük a túlsó partra, vagy ez egy olyan rozsdás csökevénye a modern világnak, amit meg kell próbálnunk minél gyorsabban elfelejteni? De erről szeretnék önöknek beszélni, arról, hogy miért fontos a klímavédelem, arról, hogy egyáltalán ebben van-e szerepe és milyen szerepe az olaj- és gáziparnak. Meggyőződésem, hogy fontos megtalálnunk azt az egyensúlyt, amivel egyszerre tudjuk biztosítani a fenntartható klímacélokat, de ugyanakkor az alatt az idő alatt, amíg ez nem sikerül, addig az ellátás biztonságot meg kell teremtenünk, fent kell tartanunk, és végül, de nem utolsó sorban, lehetőleg úgy, hogy az embereknek a életszínvonal, komfortérzéke, megszokott habitusai ne kelljen, hogy változtassanak. Ha ránézünk a mai árfolyamra, akkor nagyon nem kell magyarázni, hogy érinti-e a MOL-t, vagy érinti az olajipart. Gondoljunk csak arra, hogy a Dow Jones Indexből éppen most rakták ki az Exxont, tehát mennyire érinti az olajipart ez a válság. De a kérdés az, hogy ez a válság, ez a Covid-nak köszönhető, vagy a Covid előtt is már elkezdődtek, megteremtődtek ennek az előjelei, előnyomai. Az első, amit meg kell állapítanunk, hogy túlkínálat keletkezett a piacon. A túlkínálatnak az egyik oka az új technológiáknak köszönhető, annak, hogy az amerikai és aztán utána Amerika után néhány más országban is olyan új technológiákat kezdtek el alkalmazni hatékonyan, egyre költséghatékonyabban, amikkel palaolajat, palagáz kitermelésével nagymértékben hozzáláttak az input oldalhoz, viszont kereslet, ekkora kereslet nem keletkezett ezzel párhuzamosan, bár folyamatosan nőtt az olajipari termékek iránti, olaj- és gázipari termékek iránti kereslet. Persze ennek egyik következménye, hogy az Egyesült Államok olaj nagyhatalommá vált, és az importőrből egy exportőré kezdett el átalakulni, és a fenntartott, magasan tartott árakkal egyre nagyobb mennyiségben bocsátotta a piacra ezeket az olaj mennyiségeket, olaj- és gázmennyiségeket. Az utóbbi években azonban egy másik fenyegetése is lett az olajiparnak, amit az olajipar nem is úgy ért meg, mint fenyegetés, hanem egy olyan szükségszerű kényszer, aminek csak a bekövetkezés időpontja volt kérdéses, hogy mikor indul el ez a nyomás egyre erőteljesebben. Ez pedig a nemzetközileg is egyre jobban elfogadott új és új klímacélok. Az a nyomás minden fosszilis iparágban részvevőre, hogy hogyan fogják csökkenteni azokat az üvegházhatású gázoknak a kibocsátását, amiknek a hatásait egyre jobban érezzük most már a mindennapjainkon is.
Hiába voltak nagyon kedvezőek a makrogazdasági környezet mutatói, hiába voltak nagyon kedvezőek az olajárak a piacon, ezeknek az együttes hatásaként 2005-től fokozatosan egyre kevésbé volt a részvényesi hozamoknak a növekedése látható a piacon, sőt, elindult a részvényesi hozamoknak a csökkenése is. És végül, de nem utolsó sorban, mi egy olyan iparágban dolgozunk, ahol a geopolitikának különlegesen nagy a szerepe. Gondoljunk csak azokra a válsággócokra, amik mind megrengették az olajiparban, hiszen olajipari szereplőket érintett, olajtermelőket alapvetően. És ez egy olyan ipar, ahol a termelés és a fogyasztás nagymértékben elválik egymástól, tehát máshol termeljük és máshol fogyasztjuk ezeket a termékeket. Gondoljunk Venezuelára, gondoljunk Iránra, gondoljunk Irakra, az egész közel-keleti térségnek a megoldatlan problémájára, és ezek persze mind beépültek az olajipari bizonytalanságokba. 2020-ban az első negyed év azzal indult, hogy kialakult egy vita az olajtermelők között, és egy picit azt kell, hogy mondjam, hogy az OPEC, amelyik folyamatosan próbálta a kereslet-kínálat egyensúlyát bizonyítani termelés visszafogásokkal, megelégelte azt, hogy ugyanakkor nagy olajtermelő országok, mindenekelőtt az Egyesült Államok, azok folyamatosan egy-egy növelték olajipari termelésüket. Elengedték az olajmennyiséget, az OPEC közölte, Szaúd-Arábiaval az élen közölte, hogy nem kívánja továbbiakban a termeléskorlátozást fenntartani, és elszabadultak lefelé az olajárak. Olyan túlkínálat keletkezett a piacon, ami korábban nem nagyon volt látható. És ezzel párhuzamosan a COVID miatt lezárások következtek. Körülbelül az olajipari termékeknek 65%-a az, amit a közlekedés használ fel, és nem kell senkinek mondani, hiszen mindannyian láttuk, mindannyian éreztük, hogy milyen volt Budapest üres utcáin sétálni, milyen volt a reggeli közlekedés, láttuk az autópályákat, és láttuk azt is, hogy a légiforgalomban milyen visszaesés lett. Ezek mind felhasználója az olajiparnak. Ennek következtében lett egy keresletcsökkenés is a piacon. Az iparág erre nem volt felkészülve, hogy egyszerre történik meg egy túl kínálat, és ezzel párhuzamosan jelentkezik egy igazmatlanul nagy keresletcsökkenés. Tehát ez a kettős hatás, a pandémiás krízis és a ebből fakadó gazdasági krízis, illetve az olajpiacon történt túlkínálat, ami egyébként is egy problémát okozott volna, az olajipar teljesen sokszerűen érte. A pandémiás krízis pedig besorolta az olajipart is azok közé, a szereplők közé, akik a legnagyobb vesztesei voltak ennek, a turizmus, idegenforgalom, repülés és egyéb jól közismert ágazatok mellett, szemben mondjuk a médiával, vagy szemben például az egészségüggyel. Tavasszal az előző évhez képest 26 millió hordóval csökkent a kereslet. 26 millió hordó a 104 millió hordóhoz képest. Ekkora kereslet csökkenést gyakorlatilag nem láttunk az elmúlt évtizedekben az olajpiacon. És aztán ennek egyik következménye volt az, hogy a egy évvel ezelőtti 70 dollár körüli olajáról a mélypontra lement 17,9 dollárra az olajára. Ma nyaldossuk a 41-42 dolláros olajárat, tehát valamennyi visszatért ebből az árból. És lehetett olyan sokszerű híreket látni, én magam is lefényképeztem a monitoron, mert nem hittem el, hogy Egyesült Államokban, ahol a mértékadó, a WTI mértékadó olajindex hirtelen beszaladt negatívra, és aztán egészen minimális, 95%-os csökkenés után egészen minimális áron zárta az aznapi kereskedést, ami egy technikai ok volt, egyszerűen a tároló kapacitások teli voltak, az új olajat nem tudták fogyasztani, és amikor a mérési időpont volt, akkor el kellett szállítani onnan az olajat, és inkább fizettek a vásárlóknak azért, hogy elvigyék onnan fizikailag az olajat, hogy be tudják tenni a tárolókba. Egészen döbbenetes dolgok történtek ezen a tavaszon az iparban. Aminek egyik következménye persze az lett, hogy átalakult újra a termelésnek a szerkezete. Az Egyesült Államokban körülbelül új kutakat 50 dollár környékén, palaolajban 50 dollár környékén érdemes fúrni, 30 dollár alatt viszont a működési költségek sem teremtődnek meg a meglévő kutakból. Tehát elindultak az átstruktúrálások az iparban, a kereset és a kínálat a maga törvényszerűségei szerint újra elkezdte keresni az egyensúlyi helyzetét. Hát ez volt az a pillanat, amikor arra az integrált vállalati stratégiára, amire mindig büszkék voltunk, az az integrált vállalati stratégia, ami arról szól, hogy nekünk van kitermelésünk, tehát érdekeltek vagyunk a nyersolajnak az árába,
és van finomítási tevékenységünk, tehát van piaci részesedésünk, tehát a termékeknek az árában is, de hogy egyszerre mind a kettő zuhan lefelé, ilyet az iparág még nem élt meg az utóbbi évtizedekben. Az előjelzések szerint az, hogy teljes rehabilitáció történjen a piachoz, tehát a megelőző éveknek az állapotához visszatérjünk, akár 5 év is kellhet, de hát ezek azok az előrejelzéseket, amiket szinte fél évente, negyed évente módosítunk, mert ahogy minél több adat áll a rendelkezésünkre, mindig megnézzük, hogy pontosan milyen következmények legyenek. Azonban az olajipari vállalatoknak az árfolyama, így a MOL árfolyama is 40-50%-kal csökkent a megelőző évihez képest. Beszéljünk egy pillanatra arról, hogy mi is volt ennek a COVID-válságnak a hatása, és mi volt miránk a hatása. A kereslet csökkenés az elérte a 45%-ot csoportszinten. Tehát csoportszinten 45%-kal csökkent az üzemanyag iránti kereslet április hónapban. És 33%-kal csökkent a nem üzemanyag jellegű termékeknek az árrése. Ezt mi láttuk, hogy be fog következni, mi 2030 utánra prognosztizáltuk, hogy 2030 után fogjuk elérni ezt az állapotot. 2030 utánra mondtuk azt, hogy az üzemanyag keresletében egy majdnem 50%-os visszaesés várható a piacon, hogyha minden olyan hatást figyelembe veszünk, amit ma akkor előre jósoltunk. 2030-35 körülre tettük ezt. 2016-ban mondtuk, és hirtelen megérkezett ez a jövő. Mert mit is mondtunk mi 2016-ban az olaj- és gázipar jövőjéről? Azt vetítettük előre, hogy több megatrend alakítja a világunkat, és ezen belül az olaj- és gázipart. Ezek pedig a megosztáson alapuló gazdaság térnyerése, a közlekedés és a mindennapok digitalizációja, az alternatív üzemanyagok térnyerése, a globális felmelegedés és klímaváltozás és az erre várható politikai és társadalmi intézkedések, elvárások és az urbanizáció. És csak úgy magunknak egy picit ismétlésül, hogy mi is az, amit mi látunk 2030 utánra. 2030-ra minden 10 emberből 6 városban fog élni. Teljesen más fogyasztói szokásokkal, beleértve ebbe a közlekedést is, mint az olajiparnak a legnagyobb fölvevő piacát. És ebből körülbelül 730 millióan megapoliszban fognak élni, aminek megint teljesen már más, ott már autókkal igazából nagyon nem is lehet közlekedni, nem tudjuk hol tárolni a személyautókat, és a többi, és a többi, és a többi. Körülbelül 4 milliárd embernek lesz internet elérése. 500 milliárd digitális eszköz lesz összekötve, hálózatba kapcsolva. Előre fog jönni a megosztott gazdaság. A megosztott gazdaság, amelyik éves szinten körülbelül 20 milliárd dollárt jelent ma, mi számításaink szerint 340 milliárd dollárra fog nőni, 17-szeresére fog nőni. Gondoljunk csak arra, hogy a mi iparágunkban egy saját benzines autónak a fenntartása az a teljes életciklus alatt körülbelül 35 ezer euró a vételárral együtt, és ez egy kis teljesítményű autóról beszélünk. Ugyanakkor, hogyha az ember az osztott gazdaságban, a megosztott gazdaságban lévő gépjárműeket használja, ennek körülbelül a felét fogja elkölteni ez alatt az életciklus alatt. Mert hiszen nem kell garázsban tárolni, nem kell biztosítást fizetni, egy csomó járulékos költsége nincs rajta. Az alternatív üzemanyagok. Úgy számolunk, hogy körülbelül 300 millió elektromos autó lesz 2030 körül. Ebben azt kell tudomásul vennünk, hogy ma 1 milliárd autó fut az utakon. Ha nem lenne növekedés, akkor már az egyharmada elektromos autó lenne, de lesz növekedés, és ezt mindannyian tudjuk, hogy egyre többen vásárolnak, hiszen a világnak az a felzárkózó része, Indiára és Afrikára gondolok, ahol az embereknek az életszínvonala ma még lényegesen lejjebb van, ők is autót akarnak venni, és ma még nincs autójuk. Tehát mindannyian autóval akarnak járni, mindannyian autót akarnak venni, sokkal nagyobb lesz a gépkocsiknak a száma, és körülbelül ebben sokkal nagyobb számban lesz ez a 300 millió személygépkocsi, ami véletlenül alternatív hajtáslánccal fog rendelkezni. Ezek a trendek együttesen azt jelentik, hogy a közlekedésből a foszilis energia ki fog szorulni, de a közlekedés száma, a közlekedés mennyisége, az energia igénye viszont növekedni fog. Ez alapjaiban fogja megváltoztatni
a kőolajiparnak és a gáziparnak a helyét a világgazdaságban. A mi stratégiánk akkor is arra alapult, hogy fel kell erre készülnünk, át kell alakítanunk a csoportot, és meg kell néznünk, hogy mi is a helyünk ebben az új világban. Azt mondtuk, hogy ma körülbelül 75%-a a finomítóinknak 75%-os kapacitással termelnek ki olyan üzemanyagokat, amiket közlekedésben használunk, a 25% pedig egyéb anyagokat termel, amit nem a közlekedésben használunk fel. Ez több évtizedes munkája és eredménye volt a MOL-nál dolgozó mérnököknek, és most azt a célt tűztük ki, hogy levisszük 50% alá ennek az arányát. Tehát 50% alattivá fogjuk tenni az üzemanyagoknak a kihozatalát a finomítókból. Gondoljuk csak el, hogy ez a több évtizedet munka, ezt most megpróbáljuk néhány évben, egy-másfél évtizedbe besűríteni, hogy ezt a finomítói kihozatali arányt levigyük. És a felszabaduló mennyiséget pedig máshol használjuk, hiszen a finomítókat akkor tudjuk optimálisan működtetni, hogy a 100%-os kapacitás kihasználásával futtatjuk. Ez a terület pedig a műanyagipar. Ugyanakkor azt is észrevettük, hogy más területeken is részt kell vennünk a gazdaságban. Beindítottuk a mobilitási programunkat, beindultunk a tömegközlekedésben, beindítottuk azokat a területeket, amik a jelenlétünkhöz, az utakon való jelenlétünkhöz, a úthálózatnak a kiszolgálási tevékenységét kezdtük el teljesen másképpen átalakítani, más szolgáltatásokat és más termékeket vittünk be oda. Úgy, hogy közben fenn kell tartanunk az ellátást, az ellátásbiztonságot, ki tudjuk szolgálni a gazdaságot, a fogyasztóknak az igényeit, zavartalanul működjön a gazdaság, és termeljünk annyi anyagi erőforrást, hogy tudjuk finanszírozni ennek az átállásnak a költségeit is. Azt hiszem, hogy 2016-ban többé-kevésbé jól láttuk a helyzetet. Nem voltunk felkészülve erre a kettős krízisre, ami ért bennünket 2020 elején, és nem voltunk arra felkészülve, hogy sokkal erősebb lesz a nyomás arra, hogy a klímaváltozás miatt olyan intézkedéseket tegyünk, amik részben pénzben is kerülnek, részben pedig újra kell gondolnunk beruházásainknak néhány elemét. A klímaváltozás elkerülése, vagy a klímaváltozás hatásainak a csökkentése ugyanis egyes számú társadalompolitikai tényezői vált azokon a piacokon, ahol mi jelen vagyunk. Gyakorlatilag mindenki egyetért ezzel a céllal, beleért az olajipari szereplőket is. Én is itt közlekedek ezeken az utakon, én is látom azt, hogy milyen érzékelhető hatásai vannak a megváltozott klimatikus helyzetnek. Közösen kell tudnunk tenni azért, hogy jobb legyen a környezetünk, hogy jobb életkörülmények között éljünk mindannyian. Az nem is kérdés senki számára, hogy az energia hatékonyságot, az energia felhasználásnak a hatékonyságát, azt javítanunk kell. Ahhoz sem fér semmi kétség, hogy több megújuló energia és sokkal kevesebb üvegházhatású gáz, elsősorban széndioxid kibocsátás az egyetlen járható út. Nincs más út, mint a dekarbonizáció. Nincs más út, mint a foszilis fűtőanyagok, a foszilis energiahordozóknak a folyamatos csökkentése és végül a gazdaságból való kizárása, mint energiahordozó. És nem csak mi gondolkodunk így. Egy szerdai hír szerint Kína bejelentette, hogy 2030 körül el fogják érni a széndioxid kibocsátásnak a csúcsát, és onnantól kezdve azok az intézkedéseket, amiket most bevezetnek, figyelem, 10 év múlváról beszélünk, amiket most bevezetnek, már elkezdik érezhetni a hatásukat. Paradox módon a pandémiás helyzet miatt a CO2 kibocsátás a II. Világháború óta a legnagyobb esést mutatta. Soha ekkora esés nem következett be a II. Világháború óta, mint most az első fél év alatt. Az ipari tevékenység és a közlekedés visszaesése 5%-os visszaesés lesz a tavalyi évhez képest év végére. Azt is hozzá kell, hogy tegyünk, hogy 12 év óta az első tényleges csökkentés a széndioxid kibocsátásába. 2008-ban volt az utolsó, a gazdasági válság miatt volt az utolsó olyan év, amikor visszaesett a széndioxid kibocsátás. De ilyen mértékben akkor se tudott. Ez egy jó alkalmat kínál arra, hogy végiggondoljuk, hogy lehet-e gyorsítani ezt a folyamatot, vagy mi ennek az ára, hogy gyorsítsuk ennek a folyamatot. Hiszen látjuk azt, hogy milyen árat fizetünk most, hogyan lehetett azt elérni, hogy 5%-kal visszaessen, milyen gazdasági következményei vannak annak, hogy 5%-kal visszaessen a széndioxid kibocsátás. Ezért kell nagyon figyelnünk arra, hogy mi a sebessége, mi az üteme
és mi a fókusza ennek az átalakításnak. Az olaj- és gázipar évek óta készül erre, hogy ez az időszak eljön, évek óta elkezdték a tervezéseket, elkezdték a beruházásokat. Gondoljunk csak arra, hogy mi magunk hány finomítónak a tevékenységét alakítottuk át, és csökkentettük meg a desztillációt, ezzel együtt csökkentettük a széndioxid kibocsátást. Gondoljunk arra, hogy hogyan vettünk részt közösen az autóipari vállalatokkal arra, hogy jobb üzemanyagokat, alacsonyabb kibocsátású üzemanyagok kerüljenek a motorokba, és a motorok pedig felkészüljenek arra, hogy ilyen égéstermékeket, alacsonyabb szintű égéstermékeket bocsássanak ki a levegőbe. De azt is tudnunk kell, hogy ahhoz, hogy ez biztonságosan, az ellátás biztonsággal együtt fent tudjuk tartani, az igen magas költséggel valósítható csak meg. Tudnunk kell azt, hogy a fosszilis kibocsátások 90%-a az elégetésükkor, és nem a kitermelésük vagy a feldolgozásuk alatt keletkezik. Gyakorlatilag arról van szó, hogyha az elégetést tudjuk csökkenteni, tehát ne égessük el a fosszilis anyagokat, akkor nagyon nagy mértékben tudjuk csökkenteni a fosszilis anyagoknak az üvegházhatású gázokra gyakorolt hatását. Ebből pedig 25% az, ami a közlekedésé. Tehát a teljes károsanyag GHG vagy üvegházhatású gázoknak a kibocsátásából a közlekedés összesen 25%-a részesedik. Ha nem használunk ugyanakkor fosszilis energiahordozókat, az így elveszett energiát valamivel helyettesítenünk kell, és ennek a helyettesítőnek zéró vagy nagyon alacsony kibocsátású anyagnak kell lenni. Ma globális szinten az összes felhasznált energiának 81%-a fosszilis. Ilyen mértékű energia kiváltására igazából két technológia jöhet szóba. Az atomenergia, vagy pedig a megújuló energiatermelés. Mindkét esetben jelentősen növelni kellene a rendelkezésre álló villamosenergia mennyiséget. De mennyibe is kerülne mindez? Abban az esetben, hogy a teljes mértékben ki akarjuk váltani a fosszilis energiahordozókat, és nukleáris és megújuló energiával akarjuk pótolni, és feltételezzük azt, amit mondjuk úgy, hogy álom, és tegyünk meg mindent azért, hogy így legyen, hogy kétszer hatékonyabb lesz a villamosenergia felhasználásunk, akkor körülbelül 50-70 milliárd dollárt kell elköltenünk arra, hogy ez megtörténjen, és akkor nem számoltunk arra, hogy a teljes infrastruktúrát is mellette át kell alakítanunk. A megújuló energiákat tekintve a fotovoltaikus naperőművek piacán rettentő sok változás történt, sokkal olcsóbbak lettek. Ha az elmúlt 10 évet nézzük, 80%-kal csökkentek a paneleknek az árai. De ez még mindig nem elég ahhoz, hogy normális piaci körülmények között itt a régióban ezek megtérülő beruházások legyenek. Még mindig támogatásokra szorulnak ahhoz, hogy megtérülő beruházásokká váljanak. Nem szabad úgy gyorsítani az átállást, hogy annak a gazdasági terheivel ne számoljunk. Nem hozhatunk olyan szabályokat, hogy nem számolunk azzal, hogy ez mit is jelent. Milyen további erőforrás lekötéseket jelent ez a teljes gazdaságnak? Összességképpen azt tudjuk mondani, hogy alapvető stratégiai cél a dekarbonizáció, az energia átmenet nem lehet kérdés, de ez csak józanul kétszer mérni és egyszer vágni elv alapján szabad megcsinálni. Ellenkező esetben felbecsülhetetlenek lesznek a társadalmi károk, amiket ez okozhat. A másik, amiről beszélnünk kell, hogy az európai olaj- és gázipari versenyképességet miért kell fenntartani. Nekem meggyőződésem az, hogy az európai ipar és azon belül az európai olaj- és gázipar megerősítése és versenyképesség tétele az mindannyiunk számára fontos. Hiszen ahogy csökkenteni fogjuk a fosszilis üzemanyagokat, tehát nem elégetjük, ezzel párhuzamosan viszont nő a kereslet folyamatosan a másik anyagra, amit olajból, illetve gázból készítünk, nemzetesen a műanyag fogyasztása. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ma az Európai Unióban felhasznált energia 75%-a még mindig fosszilis energiákból jön. Ugyanakkor a gazdasági fenntarthatóság szintjének környékén járnak azok, akik ezeket előállítják, mert folyamatosan új és új beruházásokra kényszerülnek. Az ábra világ energiafogyasztásának az igényét vetíti ki. 2040-re várhatóan 2 milliárd személygépkocsi lesz a mai számítások szerint. Tehát, amit az előbb mondtam, 1 milliárdról meg fog duplázódni 2040-re.
És ebből a 2040-ből lesz ez a 300 millió közeli száma az elektromos autóknak, vagy alternatív hajtáslánccal rendelkező autóknak. Ami azt jelenti, hogyha a hatékonyságát fokozzuk az autóknak, a gépjárműveknek, a felhasználóknak, azt a mai körülbelül 16 millió barelt, amit közlekedésre fordítunk, 19 millió barelt, globálisan 2040-ben is körülbelül ez a mennyiségre lesz szükség, akkor is, hogyha végrehajtjuk ezeket az elektromos autókra és alternatív hajtásláncokra történő átállást. Magyarországon az újonnan vásárolt gépjárműek aránya 5% a teljes gépjárműparkból. Azaz, hogyha csak a legegyszerűbb matematikával is számolok, egy teljes lecserélésre 20 évre lenne szükség. Ami azt jelenti, hogy legalább 20 évig folyamatosan kell tudnunk biztosítani az üzemanyag ellátást Magyarországon. Amire rávilágított még a pandémia, az a ellátás, szuverenitás, energiaszuverenitásnak a kérdése. Láttuk azt, hogy percek alatt hogyan sérültek meg teljes ellátási láncok, olyanok, amikben azt hittük, hogy örökké így maradnak. Hála Istennek az energia, biztonság, az energiaellátás terén ez nem történt meg. Magyarországon meg végképp nem, de ez köszönhető annak, hogy mi egy rendkívül sérülékeny ellátás biztonsági láncot örököltünk, és az elmúlt évtizedekben rengeteg pénzt költöttünk arra, hogy ezt az ellátás biztonságot a maximális biztonsággal tudjuk működtetni, kiszolgálni. Nagyon fontos az, hogy a jövőben ez ne sérüljön tovább. Egyes országok, például pontosan a pandémiás krízis következtében Ausztrália új erőket és új beruházásokat finanszíroz meg állami forrásból az ellátásbiztonság növelésére. Mondom még egyszer, mi nálunk erre nincsen szükség, mi itt elég jól megoldottuk ezeket a kérdéseket, de tudomásul kell vennünk, hogy a krízisnek az egyik következménye, hogy minden ellátásbiztonsági láncot újra kell gondolnunk. 2020-ban az Európai Unió vállalta, hogy a világ legnagyobb zöld helyreállítási finanszírozási programját fogja elindítani. Ez a jóváhagyott 1800 milliárd eurós teljes csomag 30%-át olyan beruházásokra kell fordítani, amik úgynevezett zöld projektek. Ez egy nagyon jó irány, ezt kell kitölteni tartalommal, és ennek a tartalomnak a kitöltésénél kell tudomásul vennünk, hogy egyik napról a másikra ezt az átállást nem lehet végrehajtani. Hadd összegezzem. Egyrészt évtizedes strukturális problémákkal küzd az olaj- és gázipar, melyet ez az idei pandémiás válság csak tovább mélyített. Közös érdek, hogy az energiaszektor és azon belül az olaj- és gázipar átalakuljon, hatékonyabb legyen, és folyamatosan kezdjen el áttérni, felkészülni egy olyan időszakra, amikor a foszilis energiahordozókat már nem elégetni fogjuk, hanem anyagában fogjuk hasznosítani. Ehhez meg kell teremteni a gazdasági, társadalmi és pénzügyi feltételeket. És ez nem lesz egyszerű. Mert ha csak ránézünk a részvény árfolyamra, és ez nyilvánvalóan egyfajta levetítése annak, hogy hogyan látják a jövedelmezőségét a vállalatoknak, akkor látjuk azt, hogy bizony az a pénzforrás, ami korábban rendelkezésünk rá, most korlátozottabban áll rendelkezésre. Még akkor is, hogyha persze mi is megtettünk mindent azért, hogy hatékonyabban kerüljön felhasználásra. Egyes tanulmányok szerint 2021-ben vagy 2022-ben fog helyreállni a kőolajnak az a szintje, ami 50-60 dollár körüli szintnek tekintetően egyfajta egyensúlyi állapot. A magas olajár egyébként nagyon jót tett az alternatív üzemanyagok elterjedésének, mert volt mi alá bekerülni, tudtak megtérülést biztosítani. A mai üzemanyag árak mellette sokkal nehezebb, gondoljunk csak arra, hogy az elektromos ára ma mennyibe kerül, és mennyibe kerül az, hogyha ezt el akarnánk állítani fotovoltaikus erőművekben, milyen állami támogatást kell tudni mellé biztosítani. Az átmenetet gyorsítani nem szabad, csak hatékony eszközökkel, és be kell vonni azokat a pénzügyi támogatási rendszereket, amik most rendelkezésre állnak, és meg kell nézni, hogy hány év alatt mit tudunk pontosan elérni. Nem tudunk egyik napról a másikra kivonni ekkora mennyiségű üzemanyagot a piacról, mert a felvevő piac ezt nem engedi meg. Ehhez kellenek a politikai döntéshozók, kellenek a fogyasztók és az ipari szereplők, és hármuknak együtt kell tudni megoldani ezt a feladatot. És ehhez szükség van az Európai Unió iparpolitikájára,
arra az iparpolitikára, amiben néha elfelejtik a realitásokat, néha elfelejtik azt, hogy programokat meghirdetünk, és elfelejtik azt, hogy azt meg is kell tudni valósítani. Ez nem csak magyar betegség, ez azt hiszem, hogy általában egy betegsége azoknak a döntéshozóknak, akik picit a realitásoktól néha eltávolodnak. Végül a nem utolsó sorban nem szabad elfelejtenünk az energia szuverenitásnak a kérdését, ami felértékelődött, és hiszek abban, hogy a következő évtizedekben még jobban fel fog értékelődni. Összességében nehéz évek jönnek, de mi szeretjük a nehéz éveket, mert arra sarkalnak bennünket, hogy végrehajtsuk a változásokat. Azokat a változásokat, amikről tudtuk, hogy be fognak következni, arra számítottunk, hogy kicsit lassabban fognak bekövetkezni, akkor még gyorsabban próbáljuk meg végrehajtani ezeket. És az elején feltett másik kérdése, hogy vajon ki fogja átvinni az olaj- és gázipart a túlsó partra? A válaszom az, hogy az olaj- és gázipar fogja saját magát átvinni a túlsó partra. Mert a következő 30-50 évben biztos, hogy szükség lesz arra a tevékenységre, amit végeznek. Jobban kell csinálni, hatékonyabban kell csinálni, és koordinálni a szereplőkkel, a politika, a fogyasztó és az ipar. Együtt, és így sikerülni fog. Köszönöm szépen. Az előadást, egy szokásos ajándékot engedd meg, hogy átadjunk. Köszönöm, bár nekem ez még csak fogyaszt egészséggel. Köszönöm. Néhány megjegyzést vagy reakciót, ha megengedsz, elnök úr, és itt mindenkinek biztos föltűnt az, hogy a klímaváltozás érdekében az, amivel hosszú évekkel küzdünk, hogy próbáljuk a fenntarthatóságot segíteni, azt eddig nem sikerült, és most az elmúlt hónapokban mégiscsak sikerült. Az annak nem örülök, hogy egy ilyen általunk nem ismert betegség miatt kényszerült erre a világ, de azért ez a tény azt jelzi, hogy ha akarjuk, akkor meg tudjuk ezt változtatni. A másik megjegyzés pedig azt gondolom mindannyian, akik az üzleti életben vagy bárhol dolgozunk, államigazgatásban is, úgy gondolkodunk, hogy a nehézség az nem probléma, hanem lehetőség, aminek a megoldása inkább inspirál, hogy jobban, hatékonyabban tudjunk dolgozni. És akkor engedjék meg, hogy Baranyai urat fölkonferáljam, az NN biztosító vezérigazgatóját, hogy ők a biztosítási szakma hogyan reagált a Covid vírusra. Öné a szó. Tisztelt hallgatóság, kedves nézők a képernyők előtt, elnök úr, főtitkár asszony és kedves előadótársaim. Piacvezető életbiztosítóként nagyon nagy örömmel fogadtuk el a meghívást erre a nagyon nívós seregszemlére. Nagy örömmel néztem tegnap az előadásokból többet. Sok-sok értéket jelentett már az elmúlt 24 óra. Az általam képviselt vállalatról annyit hagy mondjak el, hogy a múltunk a világban 175 éves. Magyarországon az ügyfeleinket közel 30 éve szolgáljuk, és az 1997 óta eltelt időszak nagy részében ezt piacvezetőként tettük. Az elmúlt 24 óra előadásaiból, és most Varga pénzügyminiszter úr előadásából, Hernádi úr előadásából is kiderült, hogy trendváltozás előtt állunk a világban, és Magyarországban valóban történelmi időket élünk, olyan dolgok történnek körülöttünk, amit egy évvel ezelőtt még megálmodni sem tudtunk volna. Ugyanezt gondolom az életbiztosításról. Az életbiztosítás is egy nagyon komoly trendforduló előtt áll, és arra teszek kísérletet az elkövetkezendő percekben, hogy erről beszéljek. Abban hiszek, hogy az életbiztosítás egy push kosárból egy pull kosárba kerül át. Magyarul a fogyasztók, az ügyfelek bevonzása, megkeresése teljesen más logikák mentén fog lezajlani az elkövetkezendő években. A hosszú távú gondolkodás, az öngondoskodás, a pénzügyi tervezés az egyre több magyar család háztartás bevásárló listájára került föl az elmúlt időszakban.
De hogy megvilágítsam ezt teljesen más témákkal, analógiákkal az élet más területeivel, hagyj kezdjek három rövid képpel. Vajon mindig bekötöttük a biztonsági övünket az autóban? Vajon 10-15 évvel ezelőtt is szelektíven gyűjtöttük a hulladékot? Vajon mindig hordtunk sisakot síelésnél vagy kerékpározásnál? És bátran kezeket a szívekre, valószínűleg nem mindig. Mert ezek a dolgok társadalmi trendek részei, ezek kulturális változásoknak a fokmérői, a bizonyítékai. Ezek általában lassan alakulnak ki, és nagyon fokozatosan épülnek fel a társadalmakban. Én abban hiszek, hogy mindezek a pici jelek, ezek bizonyítékai egy-egy társadalom fejlettségének, tudatosságának. Ezek fokmérői az adott társadalom fejlettségeire. És érdekes a példában az is, hogy ebből csak egy, a konkrét három példából csak egy az, ami kötelező. Ugye a rendőr megbüntet, ha nem kötjük be a biztonsági övet, a másik kettőt önkéntes alapon csináljuk, mert hiszünk nagyobb dolgokban a környezetvédelem kapcsán, vagy el tudjuk azt képzelni, hogy gondunk lehet, ha nem veszünk föl egy sisakot a kerékpározásnál, vagy síelésnél. Ha megnézzünk régi felvételeket síelésnél vagy kerékpározásnál, az embereken nem láttuk ezeket az alkatrészeket, ezeket a felszereléseket. És arra teszek kísérletet, hogy bebizonyítsam, hogy az életbiztosítás, a hosszú távú gondolkodás, az öngondoskodás, vagy a kockázati védelem épp ezekhez hasonló fokmérője egy társadalom fejlettségének és tudatosságának. Márpedig kitűnő lehetőségeket látunk Magyarországon fejlődni öngondoskodásban. Az ábra a Jegybank 2020-as jelentéséből származik. Három dolog mindenképpen elmondható a magyar társadalomról, egyrészt a vagyonáról, meg pénzügyi helyzetéről. A háztartások pénzügyi vagyona, az most már megközelíti, a háztartások teljes bruttó vagyona most már megközelíti a 100 ezer milliárd forintot. A lakosság megtakarítása az elmúlt 5 évben 50%-kal növekedett, és az elmúlt években több alkalommal tapasztaltunk kétszámjegyű reálbérnövekedést. Azt gondolom, hogy mindezek az eredmények megalapozzák azt, hogy az elkövetkezendő időszakban nagyot lépjünk előre öngondoskodásban is. Természetesen a COVID-nak lesz egy rövid távú negatív hatása, de hogy az előbb is említettem, akár a bukósisaknál, a biztonságövnél, vagy a szelektív hulladékgyűjtésnél, ezek mindig hosszú távú trendek. És azt gondolom, hogy pont ugyanolyan a bekötött biztonsági öv és a sisek viselése, síeléskor, vagy a szelektív hulladékgyűjtés, mint az öngondoskodás. Az ábra világosan megmutatja, hogy a lakásállomány, amit a képen talán egy ilyen barna mezővel látunk, az a bruttó vagyonon belül GDP arányosan Magyarországon nem lóg ki a többi ország számadatához képest. Tehát nagyjából a magyar lakosság ingatlanban, lakásban levő vagyona az arányaiban a GDP-hez képest hasonló, mint a többi ország. Ami viszont nagyon kilóg, az egy sávos szegmens, talán a kivetítőn is jól látszik, ilyen piros-narancssárgával. Ez nem más mutat, mint az életbiztosítás és a nyugdíjbiztosítási vagyont. Tehát GDP arányosan Magyarország ebben, ha nem is sereghajtó, de mindenképpen a gyengébben teljesítő országok között van, és itt nem csak arra akarom fölhívni a figyelmet, hogy ebben elmaradunk ezen területek bajnokaitól, ugye figyelem, ezek arányok és nem nominális adatok, tehát a holland számok, az Egyesült Királyság adatai, vagy a skandináv országok számai, nem csak tőlük vagyunk lemaradva, ahol még ezt történelmi okokból, meg kulturális okokból lehet, hogy értenénk is, hanem jóval alatta vagyunk a szlovák, a cseh, vagy a baltikumi országok adatainak. Ez a díja nekem azt mutatja meg, az előző analógiával élve, hogy melyik ország kapcsolta már be a biztonsági övét öngondoskodásban, melyik ország az, aki már bukósisakot visel, amikor kerékpározni megy. Az ábra nekem azt mutatja, hogy Magyarország még nem így viselkedik, mi még öv nélkül vezetjük az autónkat. Persze az életbiztosítás és a nyugdíjtervezés versenyez egyéb fogyasztói igényekkel is. Például a lakásvásárlással egy alacsony kamatkörnyezetben.
Nyilván ugyanaz a forint verseny ez, hogy lecseréljem-e a lakásomat, vagy pedig hosszú távon takarékoskodjak, félretegyek, öngondoskodjak. De azzal akarok érvelni, hogy a kettő nem szükségszerűen kell, hogy egymás rovására történjen. Van a híres mondás, miszerint képesek kell, hogy legyünk egyszerre sétálni és rágógumizni. A Magyar Nemzeti Bank világosan megfogalmazta e tekintetben céljait a szektor számára. A hosszú távú öngondoskodási szerződések a gazdasági aktívak körében el kell, hogy érje a 80%-ot, jelen pillanatban 53% körül vagyunk. És ez tisztán mutatja azt, hogy a szektor szereplőinek nem az kell, hogy legyen az elsődleges feladatuk, hogy a piaci részesedésüket növeljék, hanem a torta méretét sokkal inkább. Ma az életbiztosítás és az önkéntes nyugdíjpénztár nagyon népszerű, de csak egy nagyon szűk körben. Eddig kevesen ültek az öngondoskodás stadionjaiban, ha úgy tetszik, de nem a nézőket kell szidni, ha egy stadion foghíjas. A produktum, a portéka kellett, hogy vonzóbbá váljon, és relevánsabbá váljon a családok számára, az ügyfelek számára. És abban hiszek, hogy ebben az elmúlt években nagyon komoly fejlődés történt, részben a gazdasági a kormányzat hatására, részben a felügyelet iránymutatása alapján, részben a gazdasági szereplők, különösen a biztosítók proaktivitása és az önérdeküknek a felismeréséből fakadóan. Egyre inkább ügyfélközpontú, digitális és világos az, amit kínálunk. A megtakarítási képességünk az Európai Unió 27 országa közül pedig egyértelműen nem rossz. Ezt mutatja ez a tábla is. Az úgynevezett elkölthető, elérhető jövedelmek, tehát a disposable income 7%-a marad meg pénzügyi és nem pénzügyi befektetésre, de ezzel a lehetőséggel nem sáfárkodunk még jól. Inkább elköltjük dolgokra, amire nem biztos, hogy igazán szükségünk van, vagy nagyon rövid távon tervezünk. Hogy a tegnapi budapesti szuperkupa döntőhöz kapcsolódjon egy másik analógia a pénzügyi tudatosságunkhoz, 90 perc. Ugye ez nem csak egy foci meccs hossza, hanem egy felmérésünk szerint egy átlag magyar család ennyit foglalkozik a hosszú távú pénzügyi tervezésével. Évente. Úgyhogy itt is van még egy jelentős upside. A személyes motivációm és az elsődleges célunk a vállalatnál az, hogy az életbiztosítás terén minél több családhoz elvigyük az öngondoskodás ideáját. Mert olyan koncepciók, mint a hosszú távú tervezés, a kockázati védelem, a felkészülés esős napokra, vagy a nyugdíjtervezés nem lehet kevesek kiváltsága. Nem lehet csak jómódúak privilégiuma. Szokták mondani, hogy a válságok mutatják meg a valódi karaktert, ezek az igazság pillanatai. A COVID-helyzet egy elképesztő diszrupció, ezt az előző két prezentáció is nagyon világosan megmutatta. Mielőtt a közgazdasági dimenziókról, a pénzügyi hatásokról beszélek röviden a biztosításban, szeretnék kiemelni legalább három olyan dimenziót, ami az egészség, a mentális és fizikai egészségünkkel kapcsolatos, és még teljesen ismeretlen számunkra. Nem világosak a hatásai a COVID hosszú távú hatásának, aki felépült ebből a betegségből, vajon hosszú távon számíthat-e szövődményekre vagy egyéb hatásokra, egész egyszerűen nem telt el elég idő ahhoz, hogy erre választ tudjunk adni. Reményeink persze vannak, de tudásunk nincs. A második hatás, amit nem tudunk, a mentális hatás. Az, hogy elszigetel, izolációban kell, hogy legyünk, vagy önként, vagy kényszer hatására, az, hogy kevesebbet tudunk találkozni szeretteinkkel, barátainkkal, családjainkkal, nem tudjuk, hogy ennek milyen hatása van a fiatalokra, vagy az idősekre. Egy nyugdíjas ember sokkal nehezebben fogja megélni, de a tinédzser gyermekeink is, ha nem tudnak annyit találkozni gyermekeink, a társaikkal, mint mi tettük felhőtlenül, amikor mi voltunk tinédzserek. Ezeknek a pszichés hatását, a mentális hatását ma még nem ismerjük. És a harmadik hatás, amit ma még nem ismerünk, hogy milyen módon hat az egészségügy COVID priorizálása egyéb betegségekre.
Ugye ma az elmúlt hónapokban felülpriorizálta a világ összes egészségügye a COVID elleni védekezést, de szükségszerűen azt is jelentette, hogy egyéb betegségek, és ezek lehetnek egyéb krónikus betegségek, priorizálása a szerényebb, mint volt régen. Lehetnek betegek, vagy lehetnek emberek, akik éreznek magukon bizonyos tüneteket, de nem mennek el szűrésre, mert nem szeretnének az egészségügybe menni, ahol veszélye nagyobb annak, hogy esetleg betegségeket elkapnak. Tehát nem tudjuk, legalább ennek a három tényezőnek ma még nem látjuk a hatását. A gazdasági hatás pedig az, hogy a COVID nagyon is belerondít abba az elmúlt években Magyarországon szépen épülő viszonyba a hosszú távú gondoskodás terén, amit mind a kereslet, mind pedig a kínálat nagyon szépen alátámasztott. A kormányzati intézkedések, az adóstimuláció, az adótámogatások, a felügyeleti iránymutatás találkozott valós fizetőképes kereslettel. Ahogy ez elején mondtam, az öngondoskodás felkerült a bevásárló listákra, bekerült a bevásárló kosarakba. A COVID ezt rövid távon megváltoztatja. De ahogy az imént is elhangzott a prezentációkban, egy válság az egy teszt is, és egy inspiráció javulásra, fejlődésre, változásra. A COVID-válság sokját az NN biztosító, hasonlóan több jelentős szereplőhöz, jól ellenállja, jól ellenállunk ennek a soknak, és ezen a téren, az öngondoskodásban egy V alakú felpattanást jelzünk előre. Erősebben fogunk tudni kijönni a pandémiából, és ezt hisszük elsődlegesen azért, mert ebben a tesztben nagyon közel tudtunk maradni az ügyfeleinkhez. És a társadalom olyan szegmensei is nyitottak váltak az öngondoskodásra és a hosszú távú tartalékolásra, a kockázati védelem felé, akik eddig nem voltak nyitottak. Ez a sok egy ébresztő temérdek magyar család számára, ahol a lehetőségek eddig is megvoltak, csak mindig halasztásra kerültek. Kiemelt helyen kell megemlítenem a pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank erőfeszítéseit a 2008-9-es válság óta, mert az, hogy a magyar gazdaság és a magyar pénzügyi közvetítő rendszer ezt a válságot úgy kezeli, úgy menedzseli, ahogy az elmúlt hónapokban láttuk, az nem lehetne kivitelezhető azon intézkedések nélkül, amit az elmúlt években láttunk, tapasztaltunk. A COVID során az intézkedések, ezek az elmúlt években bevezetett intézkedések kitűnően vizsgáztak. Hogy mondjak erre egy nagyon konkrét és gyakorlatias példát. A világ sok fejlett országában az e-aláírás még nem egy elfogadott, támogatott lépés a szabályzói környezetben. Magyarországon viszont igen. Hála ennek a COVID első heteiben nagyon gyorsan át tudott állni az életbiztosítási szakma is a személyes találkozó nélküli digitális online szerződéskötésre. Egy sor fejlett országban ez pusztán illúzió maradt, egész egyszerűen azért, mert a szabályozás nem teszi lehetővé. A megtakarítási ráta felugrott a pandémia alatt, de ennek jelentős része a rövid távú karantén következménye volt, kényszerű volt, egész egyszerűen az emberek nem tudták elkölteni a pénzüket, ezt látjuk bal felül, lényegesen megugrott a megtakarítási ráta. Nagyon nyugtalanító viszont a munkanélküliségi várakozás, ezt jobb fölül látják az ábrán. A sárga jelenti, és ez egy ECB statisztika, a sárga jelenti a valódi munkanélküliség megugrását, a kék vonal pedig az emberek várakozását, hogy mitől tartanak, mitől félnek. Úgyhogy ez jelentősen megugrott. Jobb alul azt látjuk, hogy rengeteg nagyértékű vásárlást elhalasztanak az emberek. A kék dia mutatja azt, hogy mi történik e tekintetben rövid távon, a sárga pedig az elhúzódó, elhalasztott beruházásokat, vagy egyéni családi háztartási befektetéseket jelenti. Mind a kettő negatív tartományban van, azaz az emberek lényegesen kevesebbet terveznek költeni, elkölteni akár fogyasztási cikkekre az elkövetkezendő időszakban. És a tudatos tartalékolást hosszú távra is egyre többen kezdeményezik. Tehát nem csak rövid távon jelent meg a félreteszek pénzt nehezebb napokra, hanem hosszú távon is. Az NN biztosító büszke piacvezető a nyugdíjbiztosítások terén is Magyarországon, és ennek kapcsán egyre több valós ügyfél érdeklődéssel találkoztunk az elmúlt hónapokban.
A családok számára is nagyon világosak a trendek az előregedés kapcsán és az elvárt élettartam meghosszabbodása kapcsán. 2023-ban egy 70 éves ember számára annak a valószínűsége, hogy megéri a 71. születésnapját, és meg tudja ünnepelni, 40%-kal nagyobb, mint volt 1983-ban. Tehát lényegesen tovább élünk, és ezt felismerjük, és ezért félreteszünk lényegesen több pénzügyi forrást a hosszabb időkre. Cherchez la femme, tartja a mondás, cherchez le client, mondjuk mi. Mi az ügyfelet keressük mindig, és az ő céljainak akarunk megfelelni, és különösen igaz ez egy krízis helyzetben, amikor nagyon megváltozik az elvárt szolgáltatás és tájékoztatás és segítség. És az ügyfeleink elvárásai jelentősen megváltoztak. Már az elmúlt években ez nagyon erősen tetten érhető volt, de a COVID hatására pedig nagyon világos változásokat láttunk. Elsődlegesen a transzparenciában, az érthetőségben, a biztosítási, életbiztosítási szakma és az öngondoskodás bonyolult, sokszor áttekinthetetlen szövegkörnyezetének a leegyszerűsítésében, érthetővé tételében. Közérthetőség, a valós és őszinte odafigyelés, nagyon releváns igények, amik megjelentek. És azt is világosan üzenik nekünk az ügyfeleink, hogy ők szeretnék eldönteni, hogy velünk milyen módon állnak kapcsolatban. Online, applikációkon keresztül, telefonon vagy személyesen. Úgyhogy az egész szektor lényegesen többet költ ma hatékony adatmenedzsmentre, CRM-re, fókuszált digitalizációra és papírmentes folyamatra, és az NN igyekszik a változás első úttörői között maradni. Ennek egyik állomásaként a hazai pénzügyi szolgáltatók között elsőként állítottuk át a teljes szervezetünket agilissá 2019 elején. Az ambíció ezzel is ugyanaz. Az ügyfeleink magasabb színvonalú kiszolgálása, a nagyon gyorsan változó világ, komplex körülményeihez való gyorsabb alkalmazkodó képesség, a fejlesztési és leszállítási idők csökkentése. Magyarul, hogy hamarabb tudjunk ott lenni, ahol az ügyfeleink minket igényelnek. Ennek a célja a vállalaton belül a munkatársainknál a valós tulajdonosi szemlélet elérése, a megkérdőjelezhetetlen teljesítményfókusz, a kollaboráció, de nem utolsó sorban a jó kedv, az öröm és az alkotásnak az eredménye. Az agilis abban is segít nekünk, hogy ezt a hagyományosan befelé forduló, kicsit befelé forduló szektort kinyissuk és megfordítsuk, hiszen az ügyfeleink és a lehetőségeink mindig kint vannak, nem bent. A COVID különben erre is egy jó teszt volt. Azt tapasztaltuk, hogy az agilis segítségével 3 hónap alatt tudtunk fejlődni olyan fejlődésekben, fejlesztésekben, amire korábban 1,5 évre lett volna szükségünk. Fontosnak tartjuk, és nagyon komolyan vesszük a társadalmi küldetésünket. Talán ez a legfontosabb nekünk, és noha a közgazdaságtan sokszor számokról, diákról, csartokról szól, mindig ott van mögötte egy család, egy ember, egy sors, egy vállalkozás, egy termelő. És minket ez motivál elsődlegesen. Az életbiztosítás egy nagyon komplex üzem. Csinálunk eszközforrásmenedzsmentet, PNL-menedzsmentet, a szolvenciára odafigyelünk, és évtizedekre fektetjük be a kezelt állományainkat. És mégis ezek nem a céljaink, ezek pusztán a feladataink. Célunk segíteni az ügyfeleknek, hogy azzal törődhessenek, ami igazán fontos számukra. Hiszünk abban, hogy kitűnő munkatársaink és a megbízott partnereink segítségével nem pusztán biztosítunk életeket, hanem megváltoztathatunk életeket. Jobb kilátásokat adva gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt is, ez soha nem volt olyan fontos, mint most a COVID alatti bizonytalanságban. Így az életbiztosítás a fenntarthatóság szinonimájává válhat. Ez motivál minket. A kép, amivel zárni szeretném a prezentációmat, egy szenzációs világcsúcs után készült 2019-ben. Eliud Kipchoge az NN Running Team tagja. Ő volt az első ember, aki 2 óra alatt futotta le a maraton távját. Hisszük azt, hogy az élet nem egy sprint, hanem egy maraton. És szokták mondani, hogy a magyar nem a legoptimistább nemzet Európában. De meggyőződésem, hogy az egyik legéletre valóbb. 1000 éves történelmünk is bizonyíték erre. Úgyhogy gondolkozzunk hosszú távon.
Ja, és kössük be a biztonsági jövőnket. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük ezt az előadást. Igazán inspiráló volt. Engedje meg, hogy ezt önnek is átadja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És mint ahogy az előadásában utalt arra, hogy lehet online és lehet személyesen, amit az ügyfél szeretne, csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a személyesség nem csak a fizikai személyességet tudja a mai szabályozás és a technológiai fejlődés révén biztosítani, hanem digitális chat megoldások is. Most pedig arra kérnélek, elnök úr, hogy fáradja pulpitushoz, és akkor engedjék meg, hogy fölkonferáljon Parag Lászlót, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm a lehetőséget, kedves Éva, elnök úr, miniszter úr, és hát mindenki, aki rászánja az időt, hogy meghallgat bennünket, ami egyébként nem egyszerű, mert azért ez egy újfajta műfaj, ülni a tévé előtt, vagy a számítógép előtt, és figyelni a másiknak a gondolatait, de hát talán nem lesz haszontalan. Én egy nagyon, talán egy kicsit agresszív címet választottam, ugyanis abból indultam ki, hogy itt a két nap alatt, mire én utolsó előadóként következni fogok, tulajdonképpen minden el fog hangzani a Covid-dal kapcsolatban, tehát nem láttam értelmét annak, hogy én arról beszéljek, hogy mennyi lesz a GDP hiány, erről már beszéltem márciusban, vagy hogy mennyi lesz az államháztartási hiány, vagy hogy fog kinézni az inflációs pálya. Az az igazság, hogy ezekben egyébként jellemzően igazunk lett, sajnos, hiszen ilyenkor soha nem a saját véleményemet mondom, hanem a vállalkozásoknak a véleményét. De azt a kérdést szeretném egy picit feszegetni, és talán a következő vándorgyűlés mindjárt föl is vezetve, hogy mennyire mindenható az ember. És a Covid azt mutatja, hogy nem vagyunk mindenhatóak. Az az ökoszisztéma, amiben élünk, talán 40-50 ezer éve, de akkor már a szakócás korszakot is beleszámolom, az a földtörténetének, vagy a világtörténelmnek, vagy világtörténetnek töredéke. Százalékban sem fejezhető ki. Miközben mi azt hiszük, hogy a természet urai vagyunk. És az az én kérdésem, és hangsúlyozom, nem véleményt fogok mondani, kérdéseket fogok föltenni. Az az én kérdésem, hogy vajon ez az ökoszisztéma, amiben élünk, az meddig fogja elviselni az embert? És meddig leszünk képesek arra, hogy megtartóztassuk önmagunkat? Tulajdonképpen minden előadásban volt erről szó, hiszen Hernádi úr is beszélt erről, vagy a biztosítás is összefügg ezzel, vajon mennyire leszünk képesek uralni magunkat. És hogyha egy picit hátralépünk, történelmi mércével nézzük a Covidot, vagy a válságot, akkor láthatjuk azt, hogy a pandémia az nem egy új keletű dolog. Ez az emberiség történetét mindig végig kísérte. Akár tetszett, akár nem. Sőt, az az állításom, hogy ez erősen össze van kötve a mozgással, a helyváltoztatással, a globalizációval. Gondoljatok arra, vagy gondoljanak arra, hogy a történelem során hányszor jöttek úgy a válságok, a járványok, hogy azt a helyváltoztatás idézte elő. Ha visszanézünk akár csak a középkorra, ugye akkor már írásos feljegyzéseink vannak, a pestis járványt a hajózás hurcolta be. Nem véletlen, hogy a pestis járványért és általában a karanténnal kapcsolatos kifejezések, azok olasz kifejezések, mert Olaszországon keresztül érkezett be Európába. Vagy gondoljunk arra, hogy az amerikai őslakosságot valójában nem fegyverekkel írtották ki, hanem azzal, hogy Amerika felfedezésekor bevittük azokat a járványokat, betegségeket, amikre ők nem voltak fölkészülve, és elsöpörte a korábbi amerikai kultúrákat, inkáktól az aztékokon át bezárólag az indiánokat kivétel nélkül. Vagy a spanyol náthára, ami 1918-ban négyszer annyi halálos áldozatot követelt, mint az egész első világháború.
Úgyhogy az az állításom, hogy a pandémia ilyen értelemben kísér bennünket, és jön, lesz még harmadik hullám is, ha lehet így fogalmazni. És ahogy megemlítettem, ez a globalizációval nagyon erőteljesen össze van kötve, és ami egy lényegi elem, hogy a gyorsulással is össze van kötve. Minél gyorsabb a globalizáció, annál gyorsabb a vírusoknak a terjedése. 500 évvel ezelőtt kellett 3-4 év, mire eljutott Európába. Most elég felülni a repülőgépre, és elmenni Brazíliába, és már egész Brazília meg van fertőzve. Tehát látszik az, hogy itt a gyorsulás az egyre gyorsabban és gyorsabban terjed, miközben egyébként az emberi szervezet ezekre nagyon nehezen tud reagálni. Az egyik legvitatottabb kérdés, és ezzel megint csak kérdést teszek fel, hogy elég-e a globalizáció, vagy sok, vagy kevés? Vajon mi a helyes? Legyünk még inkább globalizáltak, vagy kevésbé azok? Most az inga vissza fog lendülni, és nyilvánvalóan a helyváltoztatás ellen fog minden hatni, így is történt, márciustól kezdve persze, de ez valószínűleg, mint folyamat, egyértelműen meg lesz, és jelen lesz. Nagyon fontos összefüggés, hogy a kormányoktól független a COVID. Ugyanakkor összefügg a kormányok kormányzó képességével. Miniszter úr ezzel fejezte be a beszédét. Egyébként nem beszéltünk össze, tehát nem egyeztettük az előadásunkat, de a kormányzó képesség és a válság állóság az nagyon erőteljesen összefügg. Ha egy kormány nem cselekvőképes, akkor nem tud kellő módon reagálni a vírusra, vagy a bármilyen ilyen típusú válságra. Úgyhogy az az én állításom, hogy itt az ökoszisztémának egy válságával találkozzunk. Egy olyan válsággal, amit nagyon nehezen fogunk tudni földolgozni. Nyilván az emberiség történetében mindig jöttek elő olyan kihívások, amelyeket nagyon nehezen tudott kezelni. Ez egy újfajta kihívás lesz. Emlékezzenek vissza arra, hogy tavasszal milyen éles vita volt a közgazdász társadalomban, hogy a 2008-as pénzügyi válsággal hasonló technikákkal alkalmazható vagy működtethető a válságkezelés, vagy pedig egy egészen új helyzetről van szó. Hát az élet azt igazolta egyértelműen, hogy új helyzetről van szó, nem lehet azonos eszközökkel kezelni és hozzányúlni, és minden egyes területen más és más eszközt kell bevetni. És hát itt az államnak a szerepe egyértelműen felértékelődött. Hogyan alakul a globalizáció és a nemzetállamoknak az együttműködése? Ez egy óriási kérdés lesz a következő időszakban, nagy kihívás lesz. Erre melyik ország miként reagál? Annyit látunk, hogy teljesen átrendezi a világgazdaságnak a térképét. Gondoljunk csak arra, hogy egyébként a világ legerősebb gazdaságai mennyire zátonyra futottak a válságkezelésben. Az Egyesült Államok, aki azt mondta, hogy ő a világ vezető gazdasági hatalma, vagy Brazília, aki a maga módján a feltörekvő országoknak egy kiemelkedő szereplője, az milyen rossz válaszokat adott a vírus kezelésre, vagy akár Európában is megnézhetjük Olaszországot, vagy a déli államokat. Úgyhogy a mi tanulságaink azok a következőek. A nemzetgazdaságoknak az egymásra utaltsága felerősödik, és a világgazdaságnak az a globális mérete, amit megszoktunk, vagy amiben hittünk az elmúlt évtizedekben, az láthatóan sérülékenynek bizonyult. Nem tud a világgazdaság jó választ adni a mostani helyzetre. Nemzetállam szintjén vannak a jó válaszok, hiába van Schengen, a határok ettől még zárva vannak, nem csak a migrációkán, hanem a vírusokán is. Látszik az, hogy verseny indul, vagy indulhat a globalizáció és a lokalizáció között. Amikor arról beszélünk, hogy nézett ki ebben az évben a magyar turizmus, akkor ott lokalizációról beszélünk.
azt látjuk, hogy az emberek nem mentek külföldre, mert nem kockáztatták meg azt, hogy kitegyék magukat ennek a vírusnak a veszélyének. Ez a következő időszakban egy meghatározó kérdés lesz. Jól látszik, hogy a költségvetési korlátokat nem csak egész Európában, bár itt azt írtuk, hogy egész Európában, de tulajdonképpen az egész világban áttörte ez a vírus, és ennek még nagyon komoly ára lesz. Én tudom, hogy erről politikus csak óvatosan beszélhet, én bátrabban megtehetem, azért ez államháztartási hiányban, inflációban, költségvetési sérülékenységben még nagyon-nagyon komoly árat fog tőlünk követelni, és mindenképpen meg fogja határozni a következő 3-4 évünket, jó esetben 3-4 évünket, de még valószínűleg többet is. Miniszter urat közben Sandán nézem, hogy bólogat-e rá, de miután itt a hallgatóság közgazdászokból áll, pontosan tudják, hogy miről beszélek. Fontos összefüggés lesz, hogy a közjavak köre az miként fog működni. Hogy felértékelődött az egészségügy? Hogy felértékelődtek a megtakarítások? Hogy felértékelődnek a beruházások a gazdaság lassulásával, ami egyébként teljesen természetes volt eddig? Ezek mind-mind átrendeződnek. Fel fog értékelődni a biztonság. Már most is látjuk, hogy az embereknek a biztonság érzete az milyen jelentősen együtt van. Csak gondoljunk a felvásárlásokra, amikor megvették az összes tésztát vagy a lisztet a boltokban. A környezetvédelmi szempontok és általában a fenntartható gazdálkodás. Ebben pillanatnyilag pontosan tudjuk, hogy az emberiség nagyon rossz nyomon jár. Tudjuk azt, hogy a lábnyom, amit a földön hagyunk, az lassacskán fél év alatt már eléri az egyéves terhelésnek a lehetőségét, és látjuk azt, hogy ebben megint csak egy gyorsuló folyamat van. Hernádi úr tette erre utalást, hogy 2030 körül várható egyáltalán fordulat ezekben a folyamatokban, hiszen ez az emberiség egy nagy hajó, aminek a mozgása az nem könnyen változtatható meg egyik pillanatra a másikra. Látható, hogy a gazdaság szerkezet milyen mértékben változik. Való igaz volt az az állítás, hogy a válság, a vírusválság csak felgyorsította a folyamatokat. Nekünk az az állításunk, hogy olyan iparági, nem is válságok, de kihívások vannak jelen, amelyek újra rendezik a gazdasági életet. Szó volt a turizmusról, vagy különösen érdemes beszélni ilyen szempontból az autóiparról. És ott egyáltalán nem látjuk az időgörbét, hogy milyen gyorsan fognak ezek megtörténni. Egyik oldalról tudjuk, hogy valóban 20 év a lecserélése az autóparknak, másik oldalról meg tudjuk azt, hogy egyik pillanatra a másikra is felborulhatnak ezek a folyamatok. Jól látszik az IT felértékelődése, az online területnek a felértékelődése, most is ezt tesszük. Most is online felületen beszélgetünk a közgazdaságtan dolgairól, és hát ez vélhetően föl fog erősödni. A személyes jelenlétet meg vissza fogja szorítani, amit egyébként az ember nehezen visel, de tudomásul vesz. Látszik az, hogy a foglalkoztatásban óriási változásokat hozott a válság. Tudtuk azt, hogy lesznek változások, de felgyorsította őket. A home office ma már minden nap az újságokban szerepel, és azon vitatkozunk, hogy hogy lehetne ezt helyesen szabályozni. Hozzáteszem, hogy amennyire tudom, a kormánynak az a logikája, hogy minél kevésbé kívánja szabályozni, amivel egyébként messze menőkig egyet is értünk, hogy ne tegyük korlátok közé. A geopolitikának az átrendeződése. Azt már, hogy Kína belépett a második nagyhatalomnak a pozíciójába, az nem is kérdés. Látjuk azt, hogy Kína hogyan tudta kezelni ezt a válságot, a maga autoriter rendszerével egyébként, de kezelni tudta. És látszik az is, hogy a növekedésnek a ütemét fent tudták tartani. Nagyon nagy jelentősége lesz a pénzügyi tudatosság erősödésének. Ezzel is találkozunk a mindennapok szintjén, akik eddig tücsök módjára élték az életüket, és úgy gondolták, hogy majd időskorukra mégiscsak lesz valahogy, egyre inkább elkezdenek takarékoskodni. Elnök úr erről beszélt az előző előadásban.
és nagyon fontos összefüggése lesz a munkaerőpiac és az oktatás kapcsolatrendszerének. Ezt eddig is tudtuk, eddig is mindent elkövettünk annak érdekében, hogy a kettőt összekössük és együtt kezeljük, de ez a folyamat tovább fog erősödni, és amire utalást tettem, utolsó megállapítás, az az, hogy az államnak az szerepe újraértékelődik. És ilyen értelemben a magyar politikának érdeme az, hogy ezt vagy 10 éve fölismerte, és 10 éve elkezdte ezt az államszerep átalakítást, és a szabad verseny, minden liberális, minden majd eldönt a piac, logikáról átállt arra, hogy az államnak szabályozó szerepe is kell, hogy legyen. Ez nem szabad túlzott legyen, de ott kell legyen az állam nem vonulhat ki ezekről a területekről, sem az egészségügyből, sem az oktatásból, sem a nyugdíjbiztosítás rendszeréből, és így tovább. Ahol szabályozó szerepre szükség van, ott kell lennie. Ezeket tartjuk mi, vagy szedtük össze, mint fontos tanulságokat. Fontos, hogy a prosperitás nagy tanító, a megpróbáltatás még nagyobb. Ez is minden előadásban elhangzott, ha csak nem is ebben a szó összefüggésben, hiszen amíg jól megy, persze addig is jó, de amikor a kényszer jön, amikor a nyomás jön, akkor alakul át mindenkiben a gondolkodás. Ilyen értelemben az az állításunk, hogy a versenyképesség és a növekedés eddigi felfogásában változtatásra lesz szükség. A modern gazdaságok azok túlzottan és GDP-orientáltan működnek, GDP logikával működnek, és azt nem mertük fölírni, hogy Myanmarban van a boldogságindex. Ugye volt Burmában, ahol úgy mérik a gazdaság növekedését, hogy az emberek mennyire boldogok, mert azért abban rengeteg olyan elem van, amit nem lehet látni. De látszik az, hogy az a fajta növekedés, amiben éltünk vagy gondolkozunk, az vélhetően nem tartható fönn. Nem a mi életünkben, én most a gyerekeinkről vagy az ő gyerekeikről beszélek. Nagyon fontos lesz, vagy legalábbis meg fog jelenni az állításunk szerint az a gondolatmenet, hogy a növekedés helyett a fenntarthatóság lesz a centrumban. Nem exportálni fogunk, hanem fenntartható, megtakarító környezetet fogunk fölépíteni. Ahogy említettem, a GDP mutatószáma már nem egyértelműen ír le mindent, és a versenyképesség szoft tényezőire sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. Egészségügy, oktatás. És hát minden országnak meg kell találnia ebben a szerepét. Az országok közötti átrendeződést, azt pontosan látjuk. Helyes választ kell adnunk az ökoszisztéma válságára. Én ezt nem fogom tudni megmondani. És nem is gondolom, hogy mi valamennyien meg tudnánk mondani. De a világ ki fogja belőlünk kényszeríteni. Ha meg akarunk maradni, akkor erre a válságra valamilyen választ kell adnunk. Föl nem élhetjük azt, ami körülöttünk van. Újfajta növekedési és versenyképességi felfogást kell összeállítanunk, fenntartható ökoszisztémát kell kialakítanunk, a túlélő és fenntartható vállalkozásokat támogatni kell és segíteni kell, a közjavakra erőteljesen oda kell figyelnünk, együttműködés és kooperáció lesz egy fontos kifejezés a következő időszakban. Az államról sok szó esett már, szolgáltató, hatékony, gyors reagálású államra lesz szükség, és fenntartható, megbízható hazai vállalkozásokra, amiben egyébként szerencsére egy evolutív fejlődés megfigyelhető az elmúlt időszakban. Az állami szerepvállalás esetében az az állításunk, hogy a nemzeti kormányoknak a szerepe fel fog értékelődni, sőt, nem is jövő időt használok, mert már felértékelődött, tehát ezt már megtapasztaltuk az elmúlt fél esztendőben, láttuk, amelyik ország erős állapotban van, az jobban tud reagálni, ez olyan, mint az immunrendszer, értelemszerűen, ha valakinek jó az immunrendszere, akkor könnyebben túlvészeli a telet, és gyorsan, célzottan és határozottan kell beavatkozni. Ebben is azt gondolom, hogy Magyarország helyesen járt el. Én emlékszem arra, hogy március 10-én volt a gazdasági évnyitónk, ami az utolsó olyan esemény volt, ahol nagyobb létszám összejöhetett, és rá egy hétre már megvoltak azok a kormányzati intézkedések, amelyek egy gyors választ próbáltak adni.
nagyon fontos lesz a kereslet. Egyébként erre én szeretném fölhívni a politika figyelmét, hogy mi mondhatjuk azt, hogy megoldjuk a gazdasági nehézségeinket, de ha nincs kereslet a külpiacainkon, akkor az egyik motor hiányozni fog. Lehetünk büszkék, lehetünk nagyvonulóak, lehetünk önérzetesek, de hogyha a németek nem vesznek autót, akkor mi hiába mentjük meg az autóipart, nincs, aki autót vegyen. Sajnos az időm lejár, úgyhogy az utolsó két szlájdot már nagyon gyorsan fogom elmondani. Jobb gátat építeni, mint abban reménykedni, hogy az árnak megjön az esze. Tehát készülnünk kell a nehézségekre. Cromwell is valami hasonlót mondott, és tudatosan kell összeraknunk azt a gazdaságpolitikát, aminek a mentén mozgunk. És legvégül szeretnék egy idézetet felhozni, és itt a humántőkére utalnék. A jólét igazi forrása nem a föld, nem is a természeti kincsek, amelyek egy szép napon kimerülhetnek, hanem az emberek. Hiszen így újabb kreatív agyak adódnak hozzá a meglévőkhöz, amelyek aztán eljárásokat tesznek lehetővé. A gazdasági növekedés végső soron az ilyen eljárásokon múlik. Tehát én azt állítom, hogy a nehézségeinkre a választ az emberi erőforrás és a gondolkodás adja meg. Köszönöm szépen a lehetőséget, és érdemes ezen elgondolkozni, amit itt felsoroltam önöknek. Köszönöm szépen, még egyszer. Nagyon szépen köszönjük az előadást, és egy pici csomagot légy szíves, fogadj el tőlünk. Köszönöm. És azt meg tudjuk ígérni, hogy elgondolkodunk mindazokon, amit elnök úr elmondott, amit miniszter úr elmondott, amit Hernádi úr elmondott, és a NN biztosító vezérigazgatója elmondott, és egy hiányosságomat hagy pótoljam, az elején elfelejtettem köszönteni Plesinger Gyula elnök urat, a közgazdasági társaság elnökét, és köszönöm neki is, hogy ezen a délelőttön is itt volt közöttünk. Köszönöm szépen az önök figyelmét, mindenkinek jó étvágyat, jó egészséget kívánok, és itt mi a terembe 2 órakor versenyképességgel, innovációval fogunk jelentkezni. Köszönöm szépen!